Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Jó reggelt kívánunk az egész országnak, Debrecennek és mindenkinek itt a helyszínen, illetve az éteren. Keresztül elindult a nagy őszi roadshow-nk, immáron ugye másodszor megyünk az idén. És ennek mi baromira örülünk. Debrecenben vagyunk, még nem késő idejönni egyébként, a Csapó utca és a Rákóczi utca sarkán vagyunk, egy baromina vagy bevásárlóközpont tövében. Állítottuk fel az UX stúdiót, és aki fél tízig ideér, az regisztrálhat, ugye, mert egy egész héten, hát tulajdonképpen az egész ország hajt egy Suzukiért, méghozzá egy Suzuki Vitara 1.6 GLX-ért. GLX, ami ezt is tudjuk. Már ezt is tudjuk, így van, én a múlt héten ezt rosszul mondtam, mert GL-t mondtam, de nem, én voltam a hülye, GLX. És ez a legfelszereltebb kis modellecske, amiről szó van, és ezt pénteken valaki megnyeri. Akkor ez egy olyan, amivel most te jársz. Azt hiszem, az is GLX. Én nem tudom, mivel járok. Suzuki Vitara GLX-e szerintem. Vitarán van? Aha, tényleg? Neked az van most. Nagyon szeretem. Ezen a héten az van, és hát egészen szépeket mondtál róla. Tényleg? Kettőnk között is. Az jó? Nagyon felszerelt, és nagyon jó kis pöpec autó, és egy fura, hogy tényleg nem robban le. Tehát, hogy egyszer elképesztő, hogy 200-250 km tudok úgy menni vele, hát jó, az angol beteg se rossz. Az angol beteget az most a Dokor Orbácsinál van? Tehát örültél, hogy megkaptad egy hétre ezt a Vitarát? Nagyon jó, hogy most sponsor autó vagyunk, mert most a Doki bácsit láttam, de csak olyan dolgok vannak rajta, amit minden más autón is kell. Fékbetét, olajcsere, első futómű szilentek, tehát egy-két olyan dolog, ami azért nem rendelenes, ha más autónál is cserélésre kerül. Hát az első futómű azért nem egy átlagos gyerekek. Hát azért 130-140 ezer kilométernél azért kicsit úgy tudod az már. Ezeken az utakon, hát itt azért kell egy-két karbantartós javítást végrehajtani. Úgy, mert az jobban kopott. Az első futó sokkal jobban kopott a Balázsnál, mert ugye a pirosnál mindig, amikor nyom egy satút, akkor egy picit megemelkedik, és az első kettőn csúszik. Igen, hát a két kerék rába érkezem meg a piros lámpához. Jaj, te jó lenne, ha kisütne a nap, és megcsillan a Vitarának a tuton fényezése. Tuton? Én már ilyeneket is tudsz, hogy tuton fényezés? És ez mi a pöcs? Hát az látod, a tuton. Az a tuton, az nagyon, az nagyon tuton. Most, hogy látom, az nagyon tuton. Hogy így van. Így van. Srác mutatja a haverjának a homlokát, hogy vaxolva van, igen, mert hogy kopasz. Na, ilyen rövid azért nem lesz aljam, csak de. Mondom. Tehát nem bízunk. Nem ebben maradtunk. De nem egyébként ebben maradtunk. Csak ezt mondom, hogy ebben maradtunk, de mindegy. Ezt aztán úgy hívják tarkopasz. Mi ezt mondtuk, és te jöttél szépen először 3-5 mm, most 1 cm. Nem, 5 mm 1 cm között vagyok. Ez hajlandó. Nem a tarkopasz, ez a bőrhatású. Ezt így hívják. És a tiéd is ilyen lesz. Hát de az, amit még borotvával végighúzol. Tehát, hogy ez egy kis habot teszel rá, és azt akarod, hogy teljesen kopasz legyen, akkor borotvával végighúzod, nem? Hát azért az enyémet borotválni nem fogja. De hidd már el, egy családos embernek erre is gondolnia kell, hogy fog neki örülni. Érted, Noel is, meg a Benny is, hogy rajzolgatnak majd zsírkrétával a fejedre. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, mi a helyzet az utakon. Aztán mondom, hogy lehet ezt a szép kis autót megnyerni. 85-ös főúton Fertőszent Miklósnál baleset van, a forgalom torlódik. Ezt Sanyesz küldte nekünk. M1-es 140-es kilométernél a felüljáróról mérik a határ felé haladókat, Nájtis Zoli üzente. Aztán az M5-ös Budapest felé, a 20-as kilométerénél a reptérre vezető kijárat előtt nagy a torlódás, köd van, mindenki időben lassítson, ezt Szilárd küldte nekünk. Ausztria Győr után sebességmérő a felüljárón az M1-esen, köszönjük szépen. Sümeg Sopron 84-es szakaszon tejfölköd Johnny üzeni. Teljesen az árokban van a kamion az M5-ösön, a 75-ös kilométernél, csak mondom a dudálónak, hogy igen, Jani integetett. Te nem láttad, gyorsan mentél, de János fölállt, integetett. Nem zavarja a kamion az M5-ösön a forgalmat, nem friss baleset, a leálló sáv is használható mellette. Visontán van egy trafi a crosspályánál, ez Sala küldte nekünk, és a 405-ösön útépítés miatt ott is van egy kis dugó. Ide jött hozzám az előbb egy hallgató, idősebb hallgató, az a Balázs. Hallgatom magukat, nagyon szeretem a műsorukat, szükségem lenne egy agregátorra. Nagyon jó. Van nálunk, oda tudjuk adni. Ne tessék haragudni, mondom, sok mindennel készültünk, agregátor nincs, de mondom, ha lesz egy fölösleges, vagy valaki felajánl, vagy éteren keresztül én ezt bemondom, és valaki azt mondja, gyerekek, debreceni vagyok, van egy agregátorom, tessék itt maradni, szerzünk egy agregátort. Nekem ez nagyon szimpatikus. De úgy mondom, hogy szükségem lenne egy szendvicsre, egy pohár forró teára, tehát hogy, mint amikor az agregátor, már is hozom, nem mozduljon, addig tartsa az autogramkártyát, mindjárt itt vagyok, bementem a sátor, és kijöttem, egy agregátor.
agregátorra. Nagyon halász, nagyon sokan, nagyon hallgatom egy agregátort. Balázs, pillanatra legyen szíves, nagyon szeretem a műsort, minden nap hallgatom, régóta hallgatom magukat, már hallgattam egyébként a DJ idején, ez most nem is fontos, kellene 2 köbméter, 2 rostát, mert most térkövezik a focsibáról. Igen, mondom, vannak hibáim, az egyik, hogy nincs nálam agregátor, de rajta vagyunk. Feri, nálad van agregátor mindig most? Mindig van. Jó. Van valaki négy agregátor? Nincs, hát mi, de állgák a debreceniek. Így mutatja valaki, hogy négy agregátor van nálam négy van, igen, és 2 vadonatúj belőle. Egyet nem tudok adni, de 4 van. Na, azt mondja, hogy ki akartam menni hozzátok, sajnos nem kaptam plusz járatot Debrecen téglás, sajnos kaptam plusz járatot Debrecen téglás vonalon, szuperek vagytok, buszos Pepe küldte nekünk, drága Pepe. Hát ha lélekben itt vagy velünk és hallgatsz bennünket, akkor az kiváló. Igen, csak lélekben nem lehet vitarát nyerni, tudod? Tehát, lélekben hogy... nem. Hát Pepe azon hallgatók közé tartozik majd, aki SMS-ben küldi el, hogy miért szeretné megnyerni az autót, kinek szeretné megnyerni, néhány mondatot ír magáról, esetleg leírja, milyen autója van, mennyire régi, mennyire új, mert hogy csütörtökön választunk majd az SMS küldők közül, addig küldjetek bátran, jó? Azt mondja, hogy szerettem volna ma a helyszínen jelentkezni a Vitara játékra Debrecenbe, de sajnos Győrben hallgatlak titeket, mire Győrben lesztek, addigra én Debrecenben leszek. Ezt te a küldenek. Így van. Istahozott titeket városunkban, egy Debrecen melletti pékségben dolgozunk, és itt tartózkodásotok örömére szeretnénk nektek nyalizni egy kicsit, egy kis péksütivel. Ha elfogadjátok, kinek adhatjuk át. Hát keressétek Jánost, ő az ügyeletes cukorfelelős. Ha nincs János, akkor a hostess lányoknak adjátok, ők begyűjtik a sátorba, és belerakják Jani hátizsákjába, amit János mindig azért hoz az ilyen kitelepülésekre, hogy hazavigye a megmaradt ételt. Ha nincs italt... rétes, keressétek Ferit. Így van, van Jánosnak egy ételhordója, úgyhogy ezzel megy majd el 11-kor a helyszínről, úgyhogy Jánost keressétek. Mondjuk csak mondom egyébként Ferinek, van egy nagyon kellemes szokása, erről nem tud egyébként lefűzni, de imádom. Már mindig odajönnek, és azzal kezdik, hogy... Fiani, Feri azt mondta, hogy jöjjünk hozzá. Én mindenkit oda küldök. Állandóan, mindig lepatít mindenki. Figyelj, adjál meg nyomba, azt mondom, te sa, én. Tudod, magyarázkodjak én. Tudod, hogy, nekem nem adnak, de a Jani? Tetszik a dolog, ezt mától átveszem. Jó, mától átveszem. Kéne egy agregátor. János biztos, hogy tud segíteni az agregátorban. Amikor így kezdjük, hogy Fiani, Feri, nem mondom, nem mond tovább. Jó, igen, tudom, mi kéne, miért küldött ide, igen. Mert te vagy az osztó, majd nézzétek meg, a Jani néha elrongyol hátra, fölszed egy csomó dolgot, amit talál hátul, a csajok már sikítanak, hogy ne vidd ki azt, a Győrre tartogatjuk. Igen, ne Jani, az észluszkodjuk, kiaválok én. És elkezdi dobálni, és mindig mondom, Jani ezt annyira szereti csinálni. Fia, Feri, annyira jó fej volt, ez a kis köcsög Jani nem adott semmi. Tudod, neked mindig ez a vég. Ne azt kell, hogy én adnék, de a Janinál van. Aha, hát legyen ez. És akkor a Jani mondja, hogy állam már elfogyott, akkor az lesz, jó. Hogy hát a Bali mennyire jó, és a Feri mennyire jó, de a Jani nem adott. Jó, nem baj, ezt ellopom. Ne, nyugodtan. Jó, használd. Köszönöm jó. Szépen. Egész héten okay. Ezt tolom. Drága pécsiek, esztergomiek, győriek, lenne nálunk, de Jánosnál keressétek. Azt a srácok, jól látom, hogy a Boros Lajos főzi nekünk a teát. Igen. Kicsit így tényleg. Egyébként van benne valami. Egyébként tényleg így van, hogy ami drága technikus kollégáink közül az egyiket konkrétan Boros Lajosban nyomja. Brutál szaká, brutál őszaká, hihetetlenül beszakálasodva, úgyhogy egy kicsit Lajos is így kevesebb szóviccel, így elviselhetőbb. Így van. Milyen a tea? Ízlik? Jó? Jó. Finom? Kaptatok? Tényleg jó? Na, jól van, jól van. A Bali főztem maga, 4 órától itt áll. Kim voltam már a debreceni piacon friss citromért, nem volt kis idő megtalálni, úgyhogy nagy szeretettel igyátok. De egyébként tényleg jó. Ilyen igazi, ilyen, tudod mi ez? Az ovis tea íz, nem? Ugye, ilyen ovis tea íze van. Amikor kicsit átveszi a műanyag pohár ízét a tea, meg van oviból ez az ovis tea, ugye? Ilyen narancssárga, kék... Jól indítottál, de most egy picit úgy érzem, hogy lépünk vissza. Narancssárga, zöld, kék pohárban kaptad oviskorodban, és kicsit érezted, hogy a műanyag íz már benne van a teában. Nem volt nektek ilyen? Annyira forrón öntötték mindig bele, nem tudom, miért kell 120 fokos teát adni a gyerekeknek egyébként. Hogy csirátlanítson. Csirátlanítson, és beleolvadt a műanyag pohárból, az alja legalábbis, meg az oldala, és ilyen kicsit műanyag ízű, kicsit tea ízű teát ittál mindig kiskorodban. De na, ez nem ilyen. Figyelj, ez finom. A zseniális volt, mert nagyon jól lett porciózni, ugyanez volt a honvédségnél is, dettó, mint az óvodánál, hogy mindig ugyanaddig a szintig öntötték fel, és egy idő után már annyira belemaródott a műanyagba, hogy látta a konyhás néni, konyhás bácsi, meg a konyhás elvtárs, bajtárs, akárki kartár, hogy meddig kell önteni. Se kevesebbet, se többet. Látta. Mert odáig barna volt. Igen, tudta, hogy meddig kell. Igen. Reggel kérdeztem, hogy egy kikér kávét, és akkor mondtam, hogy én főzöm, akkor így eltűntek a kezek. Nem éreztem a bizalmat. Hát, meg kell győzni őket. Ma még nem is ittam kávét egyébként. Nem? Ha érted, mire? Aha. Persze. Tehát, hogyha veszed a frontot...
persze, szaladok gyorsan. Ha veszed a jelzést, hogy mit akartam ezzel tulajdonképpen, hogy ma még nem ittam kávét. Itt állok egy Suzuki Vitara mellett, ha dobok vele egy selfit, az ér. Igaz, igen, hogy Pesten vagyok, és valami kék-piros lápa van a tetején. Meg police felirat az elején, de legalább márkás kiskocsi. Van rendőr Suzuki. Vagy ne lenne. Az jó. Nagyon sok Suzuki van. Az legalább annyi szénmonoxidot bocsát ki, amint állítanak róla. Így is van. Pont gondolkodtam itt a hétvégi nagy Szórezben, ugye Budapesten nem lehetett autózni. Nagyon durva volt. Hallod, Szórez volt. Hát Szórez a fekete. És akkor gondolkodtam, hogy miért nem mondják, hogy akkor a Volkswagenek álljanak le. Tudod miért? Mert, de nem. Feri, tudod miért? Mert svihákok. Ja, svihákok a Szórezben? Hát ezek ilyenek. Hát fia, úgy volt már, hogy Tarlós főpolgármester úr elrendeli a smogriadót, és a fekete matricások már hullottak volna, mint a legyek. Gyerekek, én elmentem vasárnap sportolni egyet, konkrétan olyan smog volt, mintha Pekingben lettél volna, pont át kellett mennem egész Budapesten, mentem Szentendére. Nem láttad a labdát a pálya másik oldalán. Hát öcsém, hallod, úgy kellett rohangálni. Hát is, sátorba a másik oldalán. Nálad van a labda? Sátorba játszunk, de a szabadtére nem mentem volna ki játszani. Olyan smog volt, aztán vasárnap dél körül megjött valami szél, és az így kifújta a várost. Hihetetlen durva akkor nézett ki. Akkor tudtál egyenlíteni? Akkor hoztam egára a szettet, így van. Nagyon súlyos amúgy, hogy vele gondolod, és ráadásul nálunk istenes, ez megvolt, hogy a múlt héten... Megint miért a bencére? Nem, megkért, hogy próbáljuk már neki még picit népszerűségbe, igen, hogy jöjjön utána. Nem, hogy például azt mondja, hogy ki nem is, Szingapurban volt az úszó világkupa. És ott például az első napot, az első versenynapot gyakorlatilag el kellett halasztani, vagy pontosabban törölni kellett. Hosszú Katinka is egyébként ott volt is brillírozott. De mi nem látták egymást a vízbe, vagy nem? Nem, akkor a smog volt, hogy gyakorlatilag, igen, mert ez egy... Harmad életben, na tényleg már te basztoriban mutatom. Már igazából nem... Igen, nem kapaszkodsz bele. Befekedett a víz, ha beszarok, hallod? Hát mik vannak? Elindultam a füstben, aztán nem látták, hogy mindenki vegyes úszott 600 méteren keresztül. Neki ment a falnak a végén, koppant olyan szokott. Jó, van, hát mindegy, ebben a sztoriban ennyi volt. Na, hogy mit mondott Katinka? Na, tehát nem, Katinka semmit nem mondott az égen, csak úszott volna az első napon is, de nem úszott, mert ez egy nyitott csarnok volt, és a smog bejött a csarnokba, és na mindegy lesz. Bejött, és azt mondta, én vagyok a smog. Ne ússzatok, vagy hol az ülőhelyem? Dögölj meg, és szak az egész sztori. Jó, a lényeg, hogy Katinka megint nyer, nem? Így van, persze. De a lényeg, hogy hajrá magyarok. A lényeg, hogy foci lesz gyerekek minden iskolában, úgyhogy készüljetek, bekázatok, fejeljetek, jó? Hogy legyetek ügyesek, ne bukjatok meg fociból, mert foci lesz minden iskolában. Na, ha már ilyen fura dolgokról beszélgetünk, és ha már ez egy ilyen interaktív közönség találkozó is egyben, megyek. Akkor egyből le tudjuk teszteni a hallgatóinkat, hogy kinek mennyire beteg applikáció van a telefonján. Drága Morning Show hallgatók, elő a telefonokat, mert megy a kutatóbizottság és megnézi, ugyanis hamarosan megérkezik telefonos applikációra, hát nyilván először ugye hát iOS-ra, aztán majd valamikor Androidra is megérkezik, 4000 év múlva, hogy... Te úgysem fogod látni, soha nincs nála töltő. Harcosok klubja applikáció tölthető le, kérem szépen, Harcosok klubja applikáció. Ez arról szól majd, hogyha valaki verekedni akar, és van neki Harcosok klubja applikációja, akkor ez olyan, mint amit a gay radar, hogy megnézed, hogy van-e meleg a közeledben. Aha, ez most megnézed, miért? Hát ugyanúgy működik a gay radar, ugye, hogy megnézed. Én hogy... miért nem tudok ilyen példákat felhozni, vajon? Miért? Mert ortodox, hetero vagy? Nem, már nincs baja, semmi gay baja. Melegekkel a gay radar az arról szól, hogy te meleg vagy, megnézed, hogy mit vagy Debrecenben, hol van a legközelebbi meleg a közeledben. Van ilyen, és akkor eljön, 600 méterre tőled ott van a legközelebbi meleg. Ráüzensz azt, hogy itt ülök 600 méterre, nézze vissza, nézz, tetszel. Ez nekem nagyon tetszik. Ez a gay radar. Nem ismerted? Ne. Hát ez olyan, mint a mit, amin a... Nem bánom. És normálban nincs ilyen? Dehogy nem. Hát ott a Tinder, ott egy csomó minden van a normálban, ami arról szól, ugye, hogy megnézheted, hogy ki hol van, mit csinál és mennyire van tőle. Tehát van már egy csomó ilyen... Kinek van most bekapcsolva a gay radarja? Mit jelez? Na mit mond? Igen, így vagyok. Te így. Megnézem. Hogy hívnak, nem mondtad a nevedet? Laci. Laci. Várjál, Laci, megnézem. Jani kérdésére, mit jelez? Laci rámutatott Jani. Nem mondtad. Várjál, visszalájkollak. Te is fönn vagy. Na, de nem erről akarok beszélni. Harcosok klubja applikáció. Na. Ez arról szól, hogyha verekedni akarsz, valakivel legálisan, úgyhogy ő is benne van a bunyóban, és nem arról szól, hogy nyilván kinézel egy gyengébet, az jó, megvered, mert az ugye nem szép dolog, akkor megnézheted, hogy esti bunyóra ki az, aki a közeledben van, megbeszélitek, hogy hatkora izé bár a kacér gilisztához előtt, lementek. Úristen, ez nagyon ez honnan? Ez Peterdi Pál volt. Jó, én is nézem a mikroszkóp színűt.
Mondd még ezt. Bár a kacérgirisztához. Hát találkozunk hatkor. Találkozunk hatkor a bár a kacérgirisztához előtt, és jó hülyére verjük egymást. Szeretjük ezt az applikációt, vagy értelmet? Szimpi. Meg kell adjam az adataimat, hogy hasonló súlyú vagy hasonló képességű embert válasszak? Hát igen, mert 40 kilós, ilyen 1,60-as csávót embereknek. És marára megver. Nem ismerem pontosan, de ha letölthető lesz, megnézem. Nyilván arról, hogy beírod az adataidat, ugye, és mekkora vagy, hány centi, mit tudom én, kesztyűvel, kézzel. Hát gondolom, ezeket meg lehet adni, hogy hogy akarod a másikat hülyére verni. És aztán megcsinálják, hogy összehoznak benneteket, és tudtok egy jót verekedni. Nem rossz. Teljesen értem. Hát nem kell, hogy céltanul kolbászolni a városba, keresni az ellenfele, tudod, hogy hova mész, nem? Hát persze, mondjuk a spontán dolgok is jók szerintem. Én mondjuk a régi, jól bevált, unortodox módszerengek a híve vagyok, de mert nekem ez a Béla vagyok baj. Tehát, hogy amikor így lépsz oda valakihez, akkor ott az egyértelmű a szituáció. Dolog. Igen. De ez, hogy rá lehet készülni reggel, ez picit így a régi időket hozza vissza, nem? Ez olyan lovagias, olyan mint ez a hajnal hatkor találkozzunk a vérmezőn, hozzá el a segédjét is. Igen, de zseniális. Nézőként is be tudsz regisztrálni. Miről szól a dolog? Ugye egy csomó ember frusztrált. Hazamész, a családodon töltött ki. Nem kaptál fizetésemezést, kirúgta, bunkó volt a főnököt. Mi történik? Hatkor ránézel. Kettes kaptál dekázásból. Kettes kaptál dekázásból. Ránézel a verekedés Tinderére, a harcosok klubja. Úgy pofám, valaki. Applikációra, és beírod, hogy zavos vagy. Hatkor valakivel verekednék. Jön a Józsi, ő is zabos, mert őnek mondjuk beszólt a főnök. És Józsi és Peti jól összeveri egymást a háztövében, mert mind a ketten zabosak. Mire? Zabos vagyok, találkozunk este a két gilisznál. De várjál, hogy bár a kacérgilisznál. Hogy tudsz lenni néző? Hogy odamész és körbeállod, vagy mobilon nézed? Nem, tehát be tudsz regisztrálni majd, még nincs bent az App Store-ban, de állítólag berakják. Be tudsz regisztrálni, hogy te nézőként mennél oda és megnéznéd, mint a harcosok klubjában, csak ugye nem egy pincében zajlik majd, vagy te bunyózni akarsz. Csak gondolom az applikáción belül kijelölöd, hogy te nézőként mész, vagy verekszel. És tehát tulajdonképpen szervezett viadal. De nem pénzért, vagy nem azért, hogy csak szórakozásból. Kapjál, csak szórakozásból. Világos. Verekszel egyet a kapu aljában, fölmész, megkapod a vacsit, ott a gyerek, nyugodt vagy, van két mokesző, már nem vagy ideges. Hát hányszor történik ez? Hol voltál? Megint a kacérgirisztában. Megint lementem verekedni a kacérgirisztában. De nem így vagy, az ember egy csomószor a családján tölti ki, nem? És hát, akkor sokkal egyszerűbb, ha máson világos. Nem egy hülye. Na jó, de mi van, hogyha mondjuk a feleséged is beregisztrál, és este találkoztok a kacérgirisztában. És ott áll a feleséged, két iszonyatos box kesztyűvel. És ő is verekedik. De elmennétek egy ilyenre? Verekedésre? Én valószínűleg félnék. Tehát én képernyős vagyok, nekem kimélni kell az arcomat. Hogy csak emiatt nyilván. Képernyős vagyok. Annyi meló van ebben az arcom. Kimélni kell az arcomat. Csak de testre. Nem rossz. Van ilyen csak testre. Te úgy mennél. Hát lehet, hogy vele egyébként érni. Tényleg. Ugye? Tehát lehet igen. Választani. Én ismerek más típusú oldalakat, ahol beírják, hogy mit vállalnak azok, akik fönt vannak az oldalon, és mi az, amit nem vállalnak azok a hölgyek. Igen. És miben ez nekem benne? Nagyon tetszik, hogy mit tudom én, hogy fejre csak lábbal, fejre kézzel lábbal, fejelés nem ér, hogy hívják, térdelés nem ér, torokra, szemre, herére nem mehetsz, stb. Szuszpenzó van rajta, mi jöhetsz herére? Így van. De egyébként, ha két ember verekedik, az garázdaság? Tehát ugye, ha összeverekednek, mert dühösek, de ha előre leegyeztették, van kedvük hozzá, megbeszélték, mind a ketten bunyózzának. Regisztráltak, és ők elmennek, és itt a nem tudom milyen maja ruha volt előtt. Most, hova érted? Szemben a maja ruha volt előtt, 8:30-kor, jó hülyére verik egymást. Kijön a rendőr, és ők elmondják, hogy applikáció keresztül találkoztak, akkor az garázdaság, vagy akkor beviszik őket? Mind a ketten benne voltak. Legálisak a regisztráltak vagyunk, nem garázdák, akkor semmi gond nincs. És itt tényleg a maja előtt hülyére verik egymást. Nekem akkor, ez tetszik. Hát itt nem futballhuligánok, nem azért verekednek, hogy romboljanak, mind a ketten benne vannak, hát ez simán belefér. Nem? Hát gyakorlatilag, igen, és az lenne jó, hogyha még mellette, mit tudom én, lenne egy ilyen állandó orvosi ellátás is. Tehát, hogy... Hát te bejelentkezhetsz egy dolgozóként, nyilván lesz egy olyan mindig lenne ott egy orvos, aki egyébként felügyeli a dolgot. Igen, a sebesülteket beköti, ellátja őket, borogatja, stb. De nem mondd,
hogy egyébként, ha celebek is regisztrálnának, nem nézegetnéd, hogy ki van fönt, és nem mennél oda a Blahára, Vujit, Rutkora, fél kilenckora, nem, mert nem, ott verni mennél. Mert a Tütko bejelentkezik, hogy ő szívesen valakivel nem tud belekerni. Nem állnál ott, nem, itt, egy kárászról. Én nem örülnék neki, hogyha Tütko is fel lenne, állandó lefagyna a rend. Nem néznél meg egy Kárász Robi Vujitrűt kocica harcot van. Oh, yeah. Ahogy ördögszekérbe gurulnak, nem tudom, fél kilenckor a Calvin téren. Tehát azért ezt az ember szívesen megnézi. Hát nem jobb így? Hát nem jobb? Sokkal jobb. Haza. Sokkal jobb. Hát ugye az emberek, nagyon sokszor beszéltünk már róla, és sokszor teljesen jogosan merült fel. Sokkal jobb lenne, hogyha a parlamentben is lenne állandóra felállítva egy ring. Érted? És akkor nem menne, nem a szájkarata menne, hanem szépen ott lejátszanák egymás közt a problémáikat. Abszolút nem? Így van. Tök jó lenne. Abszolút így van. Vagy a Fradi újpestesek. Ugye nem arról szólna, hogy egyébként normális foci meccsekre menő emberek szórakozását teszi tönkre, hanem letöltik ezt az alkalmazást, és szépen valahol fél kilenckor a kacér. Hát meg akkor nem kell kimenni a meccsre. Nem kell kimenni a meccsre se. Ugye az tök fölösleges időtöltés. Így van, az is csak alibi. Hát de nem rajongók, vagy foci drukkerként tök fölösleges az a másfél óra, csak a verekedés. Kezdjük azzal. Igen, mindjárt megnézzük, kinek milyen beteg applikációja van, és a hallgatóinknak is mondjuk, hogy írjátok meg, hogy mi a legbeteg, amit letöltöttetek, de soha nem használjátok. A legértelmetlenebb. Tényleg, akinek 8 elemlámpa van letöltve a telefonjára. Hát te magyarázzatok, én láttam ilyet, 8 különböző elemlámpa applikáció, de máshogy világít, vagy más a fénye, tudod? Tehát mi az értelme? Bocs, nem figyeltem el, villog a géradarom. Tudtam én, hogy szeretni fogod. Regisztrálj be, tudtam én, hogy szeretni fogod. Nincs jobb, mint amikor ülsz egy debreceni hotel recepción, és kiderül, hogy 40 méterre tőled valaki meleg. A számla uram, bocsánat, kapásomba. A számla, ez a jelszó, hogy a számla uram, te ide. Én voltam rajta, izgalmas dolgok. És ilyenkor arcokat raknak föl, vagy esetleg egyéb testrészeket? És minden görgetek lefelé, és még mindig görgetek, és mi az anyád? Na, visszatérve, kikivel verekedne szívesen, tessék, ha egy ember lenne, drága debreciné, akivel most következmények nélkül kiállhatnátok, a főnökötök, az anyósotok, egy összeveszett barát, aki nem adta meg a tartozást. Kinek húznátok be egy nagyot? Csak egy röpke közvéleménykutatást, tessék. Kivel? Van ellenség? Van, akivel hogy szívesen megmérkőzni? Akivel úgy jó lenne, és tényleg igazából birkod? Pontosan egy barátom, aki nem adta vissza még a pénzt, amivel na, tartozik. Mennyivel tartozik? Ó, nem sokkal, csak egy ötössel. Hogy hívják? Robi. Robi, meg leszel keresve. 5000 forintat tartozik? 5 millió. Hát elmentünk bulizni még vagy 2 éve. Igen. Aztán még azóta azt mondja, hogy ó, majd ha kapok fizut. Mondta, hogy nem akarom fölváltani a 10000-esemet, nem adjál már igaz, ugye? Én ilyen nem, csak hallok. El kéne menni az automatához. Ahhoz. Ma az is egy nagy klasszikus, egyszer erről is lehetne beszélni. Csajok, esetleg valaki, tessék, kivel? Na, kivel mérkőznétek meg szívesen? Kit tépnél meg nagyon szívesen? Pegit. Kicsoda? Pegit. Ja, ő mellett, ja, jó van. És mi a baj vele? Nem tudom, néha idegesít. Egyébként a csajharcnál nincs jobb? Tehát a cicabunyó, nem, amikor diszkóban csajok tépik egymást, az baromi szórakoztató. Volt vele példa. Igen? Vele? Vele, igen, vele. De most itt barátnők vagytok? Mert egyébként itt tök jól áldogáltok egymás mellett. Barátnők vagyunk amúgy, igen. És Dizsiben összeverekedtetek? Igen, volt, már igen. De fogadjunk pasin. Pasin? Nem, pasi, hát... Mi volt? Megitt a boroskoládat? De be, megett az olajbogyót. Hát mikor min amúgy? Tényleg? Hát mondd egy szót, és én egyből ugrok rá. Mondjuk nem kell neked sok, hogy mi, igen, de mi az a szó? Köcsög. Vagy mi? Tehát, hogy mi lehet egy szó? Nem ilyen csúnya szavak, csak nem tudom. Mondd valamit, és nagyon felidegesít vele. És akkor verekedtek egy jót. Igen. Hát erre jó az alkalmazás. Te fizetsz. Igen, az a szó, megint te fizetsz, igen. Erre jó ez az alkalmazás. Na, rögtön mindenkinek belekukantunk a telefonjába, akinek van értelmetlen applikáció, vegye elő. Jó, mármint a telefonját természetesen. És megnézzük, hogy kinek mi a legértelmetlenebb. Jani, neked valami, amit sose használtál, most én is nézem a sajátomat, olyan, amit letöltöttél, de a büdös életben figyeljtek. Nem használtad. Mondj egyet, tessék. Van egy ilyen spórolós applikáció. Ne hülyéske. Hogy megleptél? Miért gondoltam? Nagyon komolyan mondom, ez egyik haveron felhívta rá a figyelmet, azt mondja, hogy mindent ebbe beír, az összes költségét, mindent, mennyit költött, mennyi volt a villanyszámra, mennyire vett magának, mit tudom én, kis sütit, péksüteményt, ezt, azt, amaz, de gyakorlatilag mindent, és akkor a hó végén tudja, hogy mennyit költött, és gyakorlatilag egész évre így be tudja lőni a költségvetést. Nem mondom, ez milyen jó hangzik. Oké, letöltöttem, aztán annyira bonyolult volt, annyira összetett volt az egész, azt mondta, hogy soha többet. Neked tehát, hogy nem tudok vele. Ilyenek? Tehát, hogy is hát hasonlóval, Feri. Hát, ja, erre jött eszembe megint a gay. Jelzett?
Na, tessék, neked? A legnagyobb, te jössz, mert az applikáció király az te vagy. Képzeld, de én sajnos egy olyan egy hónappal ezelőtt végeztem egy tisztítást, tehát igazából most csak egy olyan 4 oldalnyi applikációm van, de nagyon-nagyon értelmetlen, amit nem használok, az most nincsen. Tehát letöltöttem, ezt az iCheck-et töltöttem le, hogy majd én iCheck-kel fizetem be a posta helyett a számláimat, de aztán bementem a postára, és mondtam, hogy ez tetszik ez az életérzés, ami ott van. Tehát nem vagyok hajlandó csekkel, iCheck-kel befizetni. Neked semmi? Nekem a legjobb, de hogy nem, az mindig nálam van, illetve ilyenkor parkolópályán, de majd mindjárt visszahozom, az a karácsonyi csengetyű. Ha elkezded így, ha így rázod a telefont, olyan, mintha csengetyűznél vele. És ki lehet választani, ezt már tavaly is mutattad. Na, ugye? Tudom, egy csengő, és megrázod, és akkor hangot ad, mintha csiringelnének. Mert szerintem van egy csomó olyan személyre szabott applikáció, amit mondjuk te vagy én nem használunk, de mondjuk a Feri használ. Ilyen például az, ami mondjuk a zsírsercegésnek a hangját imitálja. Nem? Igen. Tehát simán el tudom képzelni, hogy Feri napközben így, hogy hívják, így megy, kicsit áll a dugóba, stb. Kicsit lehangolt valami miatt, és akkor rohadt életbe, és hallgat egy kis zsírsercegés hangot. Zsírsercegés. Nagyon jó, már üzemülmérsékletem van. Már jó kedvem is van. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Valójában ez a Harcosok Klubja letölthető applikáció is elég értelmetlennek tűnik, de mi volt az, amit letöltöttetek, a büdös életben nem használtátok, tényleg a 26. elemlámpa funkció, a 46. nem tudom mi, és mindig ott van a telefonotokon, de nem használjátok. Keressük a legértelmetlenebb applikációt, jó? Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz 3 perc múlva. Fölvettem valaki fülesét, csak annyira szorított, lötyögött rajtam, hogy szorított, nem tudom, nem az én fülesem volt. Na, itt vagyunk már. Na, érdekes dolgokról beszélgetünk, ugye, Harcosok Klubja applikáció. Hát erről volt szó, ugye, hogy letölthető lesz. Legálisan kereshetsz valakit, aki szintén bunyózni akarsz, nem kell szurkolói bunyót. Mi ez? Várjál, a tűzjelző? Ja nem, a... Ja, Feri csörög. De mi az a villogás? Ja, a géradar. De az már nem az enyém. Jelen? Na, nézd már meg, hogy most mi van. A félreértések elkerülése végét, ezt egy ismerősöm mutatta, és azért van rajta az értelme. Persze. Én is mindig érted, tartok egy csomó olyan applikációt, jó, amit a barátaim akarnak megnézni az én telefonomon, tudod? Csak mondom, ahogy azt mondja, hogy 461 méter. Igen? És közeledik, vagy távolodik. 461 méterre van egy, és azt nézem a másikat, 710 méterre. De van kép is? Hát van kép is, persze. De menő. Hoppá, most már 3-an. Van kép is, várjon, csak kilépett belőle. Csak mondom, hogy ezen a telefonon van a kép, és ez az én telefonom. Tehát a félreértés véget. A félreértés véget. Enyém a fehér telefon. Szóval, hogy meg tudod mondani, hogy hány méterre van, persze. De hát ugyanez ez van bármilyen, tehát ez heteróba is van. Na, tényleg kérdezni akartam tegnap, hogy miért cseréltétek el a telefonodat, Laci? Te szemét, ezt egy ismerősöm mondta, hogy van ilyen. Na de. Harcosok Klubja letölthető applikáció. Erről beszéltünk. Jó. Nyilván semmi értelme, persze, és igaza van egy hallgatónak, aki kicsit komolyan vette, és túlzott érzelmi reakciót mutatva leírt, hogy ne is beszéljünk ilyenekről, mert hogy ha közszeretten történik valami, és bevágja a fejét, akkor nyilván az testi sértés és gondatlanságból elkövetett emberről. És persze, hát mi most nem a Kossuth Rádiós vonalról közelítettük ezt a dolgot, igen, de köszönjük. Eljátszottunk a gondolattal. Különben nem lenne miről beszélni. Igen, nem lenne miről beszélni. Tudjuk természetesen, hogyha itt tényleg itt a nem tudom, a maja ruhabolt előtt bevered valaki. Várjál, mert most a majások is ide jönnek, hogy előttük ne verekedjenek. Igen, kínai butikáru, ott van kiírva. És ott valakinek betöröd a fejét előtte, nyilván tudjuk, hogy börtönbe mész, de hát a humor oldaláról próbáltuk megfogni a dolgot, és azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy írjátok meg nekünk, hogy mi a legértelmetlenebb applikáció telefonotokon, amit vagy azért töltöttetek le, mert valaki mondta, hogy jó, vagy tényleg semmi értelme nem volt, vagy tetszett, és azóta nem használtátok, mint ahogy Ferinek a karácsonyi csengő hangját. És hát mutasd? Még számtalan találtam meg egyébként, itt van például ez az alkalmazás is, ami le van töltve nekem, tessék, hát ezt mennyit használtam? Mozis alkalmazás. Nem. Dokyú. Mi ez? Hurkaradar.com. DJ Dominik. Ja, DJ Dominik alkalmazása. Ne csináld már. Hurkaradar. Azt én orral csinálom, apukám. Nekem ahhoz nem kell telefon. Találd meg a kóbász, hol van a közelben. Igen, hol van a kőből. Jelesd be, hogy a Csabai vagy Gyulai. Sülcsász. Új, de finom. Te és a DJ Dominiknek minek van applikációja? Új kobak kendő eladó? Vagy mi? Tehát most komolyan. Nem tudom, ott van, hogy benne vagy, nézd meg.
A leggizdább alkalmazás, amit én találtam, nincs letöltve, mielőtt azt gondolnátok, csak egy ismerősöm elküldte, I am rich alkalmazás, ami arról szól, hogy egy gazdag vagyok, 100 euróért letöltött, 100 euróért, és ott van a telefonodon, hogy I am vajon rich. Vajon miért nem én találok ilyen alkalmazást? De hogy mennyire értelmetlen, 99 euróért megveszed, tehát 100 euró, gyerekek, hát azért az 30.000 forint, és nézegeti valaki az applikációdat a telefonodon, akkor látja, hogy neked az I am rich le van töltve. Teljesen értelmetlen, annyira értelmetlen, ugye azok rá ne nyomjak konkrétan, akkor leszedített. Brutális, brutálisan jó. Na, az ennyibe kérdezték egyébként többen, ez a Coin nevű alkalmazás, amivel sokat lehet spórolni, ez egy magyar és ingyenes, csak ezért mondom. Hát meg, ha már érte spórolós, akkor... Ingyenes? Fura lenne egy spórolós applikáció 3 euróért, nem? Hát azt kitöltené le. Hát spórolós applikáció persze, hogy ingyen letölthető. Hát, hogy érted? 5 euróért adjunk egy spórolós applikációt? Hát nem lenne letöltés. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink, mert nagyon helyes SMS-ek jönnek. Azt mondja, hogy letöltöttem laptopról, majd telepítettem a telefonomja a QR kód leolvasó programot, majd mondták, hogy kéne hozzá kamera is a telefonra, azóta is megvan a program, majd ha lesz másik telefonom, megnézem, működik-e. Hát igen, ezek a QR kódos dolgok, ezek még így működhetnek, de azért ez még gyerekcipőben jár. Építőipari kivitelezéssel foglalkozom, az én telefonomon Ostor applikáció van, amikor Ostor. Nem dolgoznak az embereim, végighúzok egyet a hátukon. Nem preventív jelleggel, akkor is verem őket, ha amúgy szorgosodnak. Vicces az app amúgy. Mindig, amikor súlyít vele az ember, inspiratív közhelyeket ír ki, adj bele 110%-on. Ami nem öl meg az erősebbét. De jó, de jó. Csak vigyázni kell, nehogy kicsúszon. Olcsó bölcsességek, nagyon jó. Vigyázni kell, nehogy kicsúszon a telefon a kezemből a nagy csapkodásban. Karesz küldte nekünk. Tehénfejű applikáció, teljesen értelmetlen. A mellen kellett gyorsan húzogatni az ujjad, és közben jött a tej. Sebességre ment a játék, hogy mennyi tejet tudsz venni egy perc alatt, közben tehénbőgést lehetett hallani, ahogy a vödörbe befolyt a tej. Toilet time iOS-ra a vécézési időt méri. De mi, ahogy beütsz, paf? De miben különbözik a stoppert? Én bemegyek a budira, nyomok egy időt, és méri, hogy mennyit ülök a budin? És amikor kijössz, akkor nyomsz még egyet. És akkor heti összességben megnézhettem, hogy mennyit ültem? Igen. Az menő egyébként. Az éves, menő. Szinte hány napot voltál? Igen, persze, és hogyha a ketyegését az vagy, igen. Toilet time, ja, ezt mondtam. Igen. Szúnyogriasztót... szedtem le, meglepő, de használhatatlan, gyerekek, az a durva, ennek én is bedöltem. De azt mondja, hogy adásban is csinálnám, igen, de mi a szúnyog természetes ellenségének a hangját generálja, vagy mi? Állítólag egy olyan tartományban, amit te nem hallasz, viszont a szúnyog nagyon fél, tőle bekapcsolod, és eljönnek a szúnyogok. Nagyon én bekapcsoltam egyik éjszaka, és nyitva hagytam az ablakot, 8000 csípése, mint aki mumpszos, meg rubeolás, úgy kettem reggelen. Ment az applikáció, egy rohadt szúnyog. Rohadt szúnyogot nem ijesztette, semmi értelme. Semmi értelme. Figyelj, ha viszont mondjuk egy csengő hangra beinduló kutyaugatás applikációt kifejlesztene valaki, azt szerintem az oké lenne. Vagyis? Becsönget valaki, és bentről pedig egy kutyaugatás hallatszik. Mintha lenne bent a lakásban kutya. Na tehát azért azen, ahogy megszólal... Azért betűrő vagyok. Nem túl hangos. Nagyon nem ijednék meg azért egy telefonos kutyaugatástól. A legostobább alkalmazás a Tamagó nevű játék. 1 milliószor kell egy tojásra ütni, hogy a végén kinyíljon. Ennyi. Sem ennyi. Ez történik. Ráütsz egy milliószor, számolja neked, hogy 4000-nél tartasz, még üssére nem tudom hányszor, és kinyílik a tojás. És mi van bent? Gyerekek, egy csomó, felirat, hogy lúzer vagy. Egy csomó jó dolgot találok. Ebből én már 4-et azonnal leszedek, ahogy vége az adásnak. Holnap kérdezek, mennyinél tartok a Tamagóba, és megmondom, hogy 4000-et rávertem csak tegnap este. De azt mondja, Hugom telefonján olyan applikáció van, hogy óránként pittyek, nehogy elfelejtsen inni. Jó a műsor, imádom. Az jó. Nem, már. Nem. Az szól jó. Neked, hogy nekem most így tetszik. De mi óránként pitty, ha nem vagy szólni, és haszolni, és hogy akkor is iszol. Így van. Így van. Sokszor, mit tudom én, érted, nyáron kiszáradsz, meg mit tudom én, nem figyelsz oda az ivásra, a folyamatos hidratálásra, akkor szerintem ez jó. Iszol. Folyamatosan iszol. Megnézed, ide ki, hogy így áll. Igen. Jó, igen. Most így áll, hogy szól neked, hogy ugye, mert nem csak szomjúság érzetnél így áll, hanem egyébként is. Igen. Hát ez neked is jó lenne, egy nem, már nem, nem volt régen, az, tudja. Az életének egy régebbi szakaszában mutatom volt olyan neked időszak. Neked a legjobbat, itt van, az például állandóan használom, fröccs alkalmazás, tessék, itt van fröccs. Ja, és mutatja, hogy nagy fröccs. Fröccs, hogy miből mennyit kell két rakni, ha véletlenül érted, elfelejteném, akkor ott van benne az összes kis hosszú lépés, hosszú lépcső, egy decibor, két szóda. Így van, házmester, viceházmester, krúdi fröccs, minden benne. Megül. Van. Ez így, na ez hasznos, érted? Mondjuk neked ezt mindenket tudod fejből. Az is igaz. Ha véletlenül sokat innék és elfelejteném. Nekem WC
papír letekerő appom van, 20 másodperc alatt le tudom már tekerni, annyira jó vagyok. Bárhol budira kell menni, nincs nálam papír, kitörlöm az Andrédos telommal a popom. Hat különböző futóalkalmazásom van, hogy egyszerre háromat használok futás közben, össze-vissza beszélnek a fülemben. Annyit beszéltetek a vazéról, hogy leszettem se kocsim, se jogsim. Azért az nagyon szép. Miki küldte nekünk. Hát gyalogolni is lehet vele. Értelmetlen applikáció, megnyomom a gombot, és üvölt, hogy Allah Akbar. Petárda dobással még hatásosabb lenne. Alex küldte nekünk. Ez még sajnos jól lehet. Földrengésmérő applikáció, teljesen értelmetlen. Nem használtam, mert sajnos nem volt még földrengés a környéken, ezért kicsit szomorú vagyok, András. Sajnos, sajnos. A páromnak fogmosó applikáció van a telefonján, talán egyszer, ha használta. Puszi nektek, Zita, az miről szól? Leméri, hát, szerintem, igen. Ugye mondják, hogy 3 perc az ideális. Ja, hogy most mint egy stopper. Ja, nálunk van egy ilyen analóg változata ennek, egy kis homokóra, ami szintén fogmosáshoz van. Igen? Fogmosás indul, megfordítod a homokórát, és addig mosod, amíg a homok le nem pereg. De betegek vagytok, úristen. Hát igen. Van egy idegesítő... Igen. Hát ez van, most mit csináljunk. Hát van egy idegesítő macska, aki visszaismétli a szavaimat, és ha olyat mond, ami nem tetszik, pofá lehet vágni. Ilyen volt nekem, ezt ismerem, ezzel a Benny játszott. Igen. Boxkesztyűvel tudod a macskát agyon ütni, és ha nem tetszik, amit mond, tényleg visszaismétli, akkor rá tudod uszítani a bulldogot. Jön a bulldog, és elkergeti a macskát, és a macska fölugrik a csillára. Hírstúdióba is bent ül a macska, úgy szájon tudod vágni, hogy hanyat esik a forgószékkel. Na, nagyon barátságos. Volt ilyen, tőle, gyerekeknek, hogy szokja. 101 szexpozíció. Mire megnyitnám, már túl vagyok a témán a feleségemmel, ez Balázs kötelek. Van ilyen, hogy 101 szexpozíció. Gyerekek. Scooter alkalmazás. 1 euróért üvölt minden gondnyomás. Ez jó! Tényleg, megnyomod egyre és üvölt, hogy scooter! In the house! Figyelj, most imádom. Nekem van olyan applikációm, amin Csubakka hangokat lehet nyomkodni. Ez jó. De neveket küldjetek, neveket küldjetek. Nekem van Stevie Wonder szimulátor. Az egész csak egy nagy fekete képernyő. Nem, személy. Ha használom, mindig megnyugszom. Ha használom, mindig megnyugszom. Stevie Wonder applikáció. Figyelmeztet arra, hogy mikor fikázzák. A legjobb. De ki? Mit? Ezt nem tudom. Aha. Ezt nem tudom. Fénykard szimulátor, tudsz fénykardozni, láncfűrész szimulátor, aki küldte nekünk. Valakinél alap a fénykard applikáció. Kell és kész. Csoda, hogy nektek nincs egyébként. Én ezeket mind leszettem egy napig meg volt, aztán letöröltem, meg kiírta, hogy kevés a memória, nekem 600 ilyen nem volt. Csak ezeket töröltem. Snake 97, hatalmas, hatféle retro Nokia-n kígyózhatsz. 32.10-es a top benne, nekem Ferike küldte nekünk. Ez a klasszik, tényleg. Igen. A gombok alapján tudsz kígyózni, igen. Ucvaka. Mi? Parancsolsz? az a harc, amikor a szurkolók ugye harcolnak. Hát félig meddig legálisan vagy illegálisan. Ja, hogy nem kell meccs, hanem összeülünk egy Fradi Újpest barátságos találkozóra kísérni. Mi a... Ucvaka. Ucvaka. Így van, Ucvaka. Ucvaka. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk még mindig Pécsett. A Bajcsi Zsinicki utca és a Nagy Lajos Király útja sarkán lévő parkolóban. Hát a pécsiek tudják. A pécsiek tudják, hogy hova kell jönni, és mindenki töltött már, ugye? Remélhetőleg mindenki töltött már. Jól van, mindenki bologat. Regisztrációs lapot, szelfizni kell ugye valamelyik autóval, és kitölteni. Kicserélted a széket? Mit? Kicserélted a széket? Persze, mert hogy alacsonyabb vagy. Igen. Egy kicsit rombolom az imidzsetet, ne haragudj. Kérlek, kicserélted? Nem cseréltem ki. Nem? Most én, nem. Én nem tudok följebben, én ülök valamiért nagyon alacsonyan. Na, és van egy holnapi helyszínünk is, nem szabad elfejteni. Egy olyan helyszínre menjünk, ahol még nem voltunk, a rádióval legalábbis semmiképp. Ugye Esztergom szűzek vagyunk, és szeretnénk Esztergomban is nagyon sok mindenkivel találkozni, szeretnénk, ha sokan lennétek, eljönnétek. A Széchenyi téren leszünk majd, a Rákóczi tér felüli végén, Esztergommal holnap szerdán. És nem voltunk még Esztergommal, bár Balázs elég gyakran emlegeti őket, hiszen az egyetlen akkel a szöveg, amit ismer, a Hiroshima atombomba imádkoznak Esztergommal. Ezt hallottam és mondtam, hogy nem is akarok több akkelát hallgatni. De rögtön bebifláztad egyébként. Hiroshima atombomba imádkoznak Esztergommal, onnan tudom, hogy gyönyörű ott egy város. Farkas Gusztáv nevezető gimnáziumban együtt egy osztálytársam, és ő a farkas farsangokra ingyen mehetett. Így van, be. Így van. Ha felmutattad a szemét, hogy farkas a vezeték neve, akkor az Akkele koncert, amik 300 forint volt a belépő,
Hát átkeresztelkedem. Utáltuk mindig, hogy ingyen, mert már 300 forint, akkor brutál sok volt. A főnökik igazi zsenik voltak mindig marketingből, és a farkas keresztnevőek is egyébként mindig. Tényleg? Aha. Farkas farsang, ez volt az Akela Bújik. Ez az Akela Bújik. És ellették a várost ilyen, hogy farkas bőrökben mindenféle ilyen fura cuccokba bújt rockerek, akkor mindig létezik még lehetett még tudni. Ez a zenekar? Nincsenek szerintem. Nem, már mindenki külön szóló projekteket futta. Ezt már elmondtam, én a gitárosukhoz jártam gitározni, tanulni. Hát, ahogy emlékszem, egyszer játszottál itt adásban egy riffet, nagyon nem haladtatok előre. A Pavelka Gyuszihoz? Szerintem igen, az október 6-a utcában, vagy valahol az, nem is az Oktogonnál volt valahol a lakása, és mindig beültetett a konyhába, mutatott valamit, hogy játszak, azt kiment, megkaját, meg az anyjával beszélgetett, én meg egyedül a hajtzésbe. És ezért te fizettél? Fizettem, nem tudom, elmentem háromszor, az abba hagytam. Iszunk vagy játszunk, iszunk. Akkor így jó. Úgyhogy ez volt. Na, Instagramon tessék bennünket követni, nagyon sok extra tartalom van az Instagramon. Jó, Facebook oldalunkat hát nem kell mondani, ott is nagyon sok képet, videót láthatok a kitelepülésről, de Instagram oldalunkat is mindenki figyelmébe ajánlom egyébként, hogy hát a tessék követni. Sztárja Istvánné és a Istvánné. Tegnapi szobád. A tegnapi szobaképek így van, a fürdőszobaképek, csak hogy Janival mi miben vagyunk különbözőek, ugye még az ember meg se fürdik, már három töröl között elhasznált, archiváltuk, János bosszantására feltettük az Instagramra, csak hogy védjük a környezetet, kettő törcsi pedig már a sportáskában landolt, ugye, hogy otthoni törölköző készletünket is frissítsük. És ahogy te is mondod, így van, Istvánné pedig már fönt az Instagramon. Fönt van, már 831-en lájkolták, nagyon sokan kommentelték is. Csak mondom egyébként, hogy ilyesmire ne pazaroljátok már így a karaktereket, hogy a Jani Sámlira látta azért olyan magas, stb. Nincs ebbe ennyi, jó? Ezek a dumák már akkor is fáradtak voltak, amikor én nagy csoportos voltam, pedig azért már elég régen volt. Jó, de mondjuk csecsemőnek minden vicc, persze, hogy szokták mondani. Gyereke. Mindig elsütnek valamit, tudod milyenek? Tudod milyenek? Csak a vicc, csak a humor, mi? Csak a humor, csak a vicc. 937 egyébként, csak már mondom, nem tudom milyen oldalt nézel, de 937 már a lájkok száma. Úgyhogy frissíts. Na, gyerekek, olyan masszázson voltam tegnap, akarok mondani egy mondatot nem erről, de... Akarok azért mondani, csúszka, kis, összejött végre, csúszka masszázs. Összejött a csúszka masszázs, bumbum finish, gangman finish, minden volt, nem, egy sima tájmasszázs. Én kifésültem tegnap este Feri hátán. Kinek mi jut érted? Az se volt rossz. Gyerekek, az a jó a tájukban, hogy nem néznek televíziót, nem hallgatnak rádiót, és ez azért jó, mert egyszerűen fogalmuk nincs arról, hogy ki vagy, és én ezt nagyon szeretem, ha nincs, beszélgetni kell, kérdezem, és semmi, fogalma nincs. Aláírása. És ugyanazzal a szemtelen arccal gyötör úgy meg, és tesz tönkre, és aláz meg, és amikor békapózban fekszik rajtad, és te pucsítva üvöltesz a szobában, annyira fáj mindened. Gyerekek, annyira legyúrt, hogy el nem tudom mondani mennyire. Én voltam az utolsó vendég, azt hittem, hogy összefutunk egyébként, és jössz. Nem, én altájon voltam. Egy másik típusú masszázs, de hogy is. Nem is telefonáltál oda? Nem is kértél időpontot? Nem telefonáltál oda? Nem, végül is nem, mert egy nagyon kedves ismerősömmel találkoztam bent a városban, és így 4 órácskát beszélgettünk. De nem volt 7:30 körül egy telefonod, hogy van-e még szabad hely? A tájmasszázs klubban nem telefonáltál oda 7:30 körül? Nem. Hogy van-e szabad hely, nem? Mert betelefonált valaki, és én azt hittem, hogy te vagy, és át akartam kérni, csak mondta, hogy álnév, álnév, és mondom, ha álnév, akkor az olyan, hogy tudom, majd én beszélek álnév. Igen, mert a recepciós lány azt mondta, hogy ő ismeri az összes klienst, és hogy nem nincs ilyen nevű. És mondom, ha álnév, akkor mondom, biztos, hogy Jani akar bejelentkezni, mert mondta, hogy majd add át a telefont, és akartam vele beszélni, de nem adta át, letette. Nem te voltál? Miért lehet, Sanyi? 7:30 körül álnéve, nem telefonáltál be, hogy jönni? Istenes Bencelével szoktam egyébként bejelentkezni. És majdnem kivettem a recepción a lánynak a kezéből a telefon, mondom, de biztos, hogy Jani, mondom, egy szabad időpontot akar kérni, de akkor nem te voltál. De álnéve miért jelentkezne be valaki, hiszen ha oda megy, akkor le fog bukni. Nem tudom, ez Janitól kérdezem. Ja, miért ne jelentkezel be álnéven valahová, Jani? Hát figyelj, én bármikor bejelentkezek állni, és oda megyek, soha nem ismerek fel. Mindig azt mondja, Jason Statham. Jason Statham. Hát azt mondtam, hogy én a Vitrai, meg a Vágó, meg a Fridi nevére szoktam asztalt foglalni mindig, ha megyek valahova. És akkor megérkezel, és mondják, hogy Friderikusz úr, üljön le. Ebből derül, hogy mennyire szeretik. Tehát ebből le tudod követni azt, hogy a Vágónak milyen asztalt adnak a Fridinek, milyen asztalt adnak a Vitrainak, milyen asztalt adnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó kis teszt. De azt magyarázzátok ennek, a tájmasszázson mi a jó? Mert mindenki azt mondja, hogy annyira összetörtek, most is te is, hogy a gerincedet kiszedi. Hát attól függ, hogy melyiket. Mert ő valószínűleg tradicionálisan volt, azért az melósabb. De mi a jó? Én azért benne? Fűztem le róla, mert picit azt éreztem mindig, hogy így mindent, hogy a hazámtól távol
ahol kell lennem, nem lehetek a családom mellett, az összes dühét, gyűlöletét, frusztrációját beleadja a masszírozásba, néha a kislány, és így megöl, szénné kínoz, és természetesen, ha talál mondjuk egy csomót a hátadba, azt olyan lelkismeretesen szétgyúrja, könyökkel, térdel, mindennel gyakorlatilag, amit talál bent a helyiség, egy széklábbal, akármivel, hogy a végén sírsz. Nekem igen. Volt olyan, hogy befizettem másfél órás, egy óra után könyörögtem az életem, hogy igen, hogy legyen már vége, legyen már vége. Na most összetörnek, mondta. Egyébként tényleg, és rezzenéstelen arccal. Nagyon jó, azt mondják a lusta emberek jogája, tehát végig nyomkodja az összes pontot, kimasszíroz mindent, a szervédet is, ahogy rád nehezedik, összenyomja, azok jobban méregtelenek. Egy óra után tényleg úgy érzed, mint akit megaláztak. Lusta emberek jogája? A lusta emberek jogája. Időd elolvasni a prospektusokat. Nem! Nem olvastam prospektus, a tájmaszázsa tényleg ez a lusta emberek jogája, hogyha csak szeretsz feküdni, nagyjából ugyanazok az élettani hatásai vannak. Egyébként tényleg elképesztő. Tényleg elképesztő, de darabokra tényleg. Nem csak te áldoztál egyébként tegnap a testkultúra oltárán. Mit csináltam? Üldögéltünk egy kedves ismerősöm, egy Koltai Arnold, egyébként az Elite Challenge-nek a létrehozójával, aki pécsi tőzsgyökeres, és nagyon kedves ismerősöm. És ott üldögéltünk egy ilyen röpke másfél órát, aztán kettőt, aztán hármat, aztán négyet, és egyszer csak az Arnold azt mondja nekem, hogy ott a Feri. Mondom, hol? Milyen Feri? A Rákóczi Feri. És egyszer csak azt látom, hogy elrobog mellettünk valaki. Hol volt? Talpig feketében Feri a Széchenyi téren keresztül rohant. De hogy nem kis tempóba. Én megfutottam Pécset. Így van. Magám, tegnap. Futni volt tegnap. Van egy éjjelnapali hentes, ami 10 perc. Igen, és tudtam, hogy zárás előtt van, mondom, még oda kell érnem. Én mondtam, és egy után akartam kiabálni, hogy Feri, helynek föl, akkor meg tudsz állni, bá! Figyelj, ugye robogott mellettünk, hogy egy elképesztés. Az Arnold rögtön kiszúrta. Ott a fej, mondom, milyen Feri, nem is épült be. Tehát, hogy így, hogy most... De így forultak jobbra-balra a nyugdíjasok, padokra, galambok repültek szét a Széchenyi téren, átment a dómon, még keresztül minden. Hát figyelj, lefelé, ha ez a test megindul, gyerekek, érted, ott sebesség. Tudod, hallottam, hogy van ki, zár a csülkös! Fussá, Feri, még odaér! A csülkös után vagy! Tehát amikor tudod, jön a T-rex, és így a lábnyomokban így rezeg a víz, tudod, így lehetett látni, hogy a pocsolyákban így... Azt láttam egyébként, rezeg a víz. Padlógázzal egy terepjáról, egy Jimmy-vel hajtottak előtt el, páran, és iszonyatosan rettegtek. Hát annyi, hogy te olyan vagy, mint az uszály, hogy ugye el kell kezdjen fékezzen 3-4 kilométer, mire megáll a Dunán. Ugye, hát te is ilyen vagy, hogy már láttad a szállodát, jelezett a telefonon, hogy 800 méterre vagy, de már kell kezdened fékezni, hogy ne szakíts be a fotocell a sajtot. Tehát a hegyről, hogy megindulsz, mínusz 2 kilométer, hogy fékezel, nem? Hát persze, sőt, én már úgy indulok el, tudod, hogy a megállásra koncentrálok. Figyelj, de azt azért néztem, hogy Feri hogy fut hozzá képest, tehát hogyha én mondjuk egy lépésszámlálóval futnék mellette, az enyém már háromszor újra kellett volna indítani, meg resztet. Figyelj, ő egyet lépén 10-et. Hát tényleg? Nagyon durva. Ekkor a lábbal így lehet nagyon futni. Durva. És mennyit futottál? Hatot. Itt végig futottam, ahol vagyunk, megnéztem, elfutottam a Székesegyház. 6 perc azért nem rossz. Az 6 perc, és mindezt 6 perc. Hát Székesegyház föl a Jamihoz, Jami fölött föl a hegyre, és akkor ott legurultam, ott volt a lassulós ott része. Ott megbotlottál és legurultál. Ott a szálloda megállított, szerencsére jó felé gurultam. Igen, a szálloda, csak annyit tartom, hogy feszítsétek a védőhálót! Feszítsétek a védőhálót! Szigonyosok, figyeljetek! Kapitány, lőhetünk! Csát valaki fél lábbal egy mankol, tudod, lőjetek! Ha ezt az aranypénzt megkapja, az, aki eltalálja Feri! Mint ha Gregory Peck-et láttam volna. A hátán, hátán. Nagyon sportos benyomod, nagyon sportos benyomod. Hát, muszáj ez a dohányzás. Egyébként pont a Janinak mondtam, hogy jöttünk tegnap, hogy tönkretettétek az életemet ezzel, hogy leszoktam a cigiről. Nem lehet egy normálisat enni, érted, este, mert elhízol. Heti 4-et kell futni, ilyen egy én, érted? Egy én, aki olyan gyönyörűen tudtam kocsmákba ülni estéken át, enni, és dohányozni, és inni, érted? Egy én, nekem futkároznom kell, hogy ne szedjek föl 30 kilót, csak ment a 20-at. Ilyesebb vagy egyébként, többet ennél? Hát, tényleg? Amikor a közvetlenül leszokás után ott volt, hogy így 11 óra körül magamra rántottam, ami otthon volt, de... Beestél a hűtő elém? De teljesen egy gyerek nutellás vödrébe így bele a fejemet. Nem oda. Nem felemelte a fejfény, kinyitott, és beráztam. Jöttek! Ott voltak, tehát ilyen rohamok azért vannak leszokás után. Közvetlenül, de most már tudom kezelni. Na mondjuk, hogy a tegnapi desszertemet benyomtad volna, tartott egy kis értekezést. Hát ugye egy pár hónappal ezelőtt, vagy évvel ezelőtt voltunk itt, és akkor értekeztünk az étteremről, ahol kajáltunk, és ott volt egy-két keresetlen megjegyzésem, és most azt éreztem, hogy ennek tükrében tegnap mindent beleadtak a desszertbe. Egyféle desszertet kértem, egyébként egy csoki szuflét kis málnafagylaltal kioszták a tálat,
és elmondom, hogy mi volt rajta. Volt rajta egy csoki szuflé málna fagylalta, de volt rajta két makaron, volt rajta egy Esterházy torta, volt rajta egy pohárkrém, volt rajta szeder, volt rajta ribizli, gyakorlatilag szerintem... Igen, nem akarták kidobni. De jó, nem akarták kidobni. A múltkor is. Adjátok oda neki. Egész héten fosott a Bernát egyik. Adjátok oda a kicsiket. Úgyis az utolsó vendég, az utolsó fizetés, tegyél mindent a tányérra, úgyis a szemétbe menne. Na jó, lejátszuk még az utolsó játékot? Nem. Kacog. Jó, de. Legyen így, hajrá, toljuk. Mi az? Ki az? Hol? Hát a betűkeresős játékunk még ugye hátra van. Tényleg. Bizonyám, hát azt még nem játszottuk le, és ugye most is egy család, vagy egy pár, vagy valaki. Vagy bárki, a fejem nőtt, vagy a szemüvegem lett szűkebb, nem megy fel a fejemre. Azt nem tudom, de a másik nadrágodban van a segged. Most miért bajom, a Gönci Gabisba nyomom? Gabi se viszi magával a fókuszba a fenekét. Hát most kicsit én is. Csak deréktől felfele mutatja. Na, gyerekek, hol vannak a mi hostess lányaink? Én utánuk megyek, mint egy világító torony után a tengerészek tényleg, hogy itt hol vannak a játékosaink, ki az, aki betűt keres, mutassatok rá, mondjátok, integessetek, tegye fel a kezét, aki játszik. Na, ki keres? Itt az egyik párosunk. Szia, Dani vagyok. Dani is? Boton. Dani és Boton, hello! Ti a vitarát választottátok, akkor ebben kell megkeresni a betűket. A játék annyiról szól, hogy meg kell keresni az összes betűt, értelemszerűen V-I-T-A-R-A, ugye ezt? Ez feladat, ugye? A betűzés elsőben. De mi lehet a logika? Brutálisan fejlődöm, és ezt kell egymás mellé tenni, vagy hát legalábbis megtalálni, és akkor fölpakolni az autóra, ott összetenni. Ki a másik család? Ti vagytok a másik család? Ti vagytok a másik család. Ők a másik család? Úgy emlék a másik család. Aki másik? Hello. Bedővári Zsolt. Zsolt. Bedővári Nédám Ildikó. Atyaisten. Ákos lesz a titkos fegyver, mert ő befér mindenhol. Nagyon jó. Nektek mit kell megtalálni? Melyik autót választottátok? Ezt az autót? Ez nem, ez az enyém, ezzel én járok. Ja? Nehogy már. Hello. Melyiket? Igen? Melyiket? Lányok, segítsetek! Mindannyian a vitarát választottátok? Meg a másikat. Akkor kérünk egy kis helyet, hogy menjetek arrébb, jó? Egy kicsit a kocsinál. Jó? Jó. Na, tessék rá elkészülni, innen is tessék egy kicsit elmenni. Azt mondja, hogy ez ugye az S-Cross. Így van. Na, a betűket meg kell találni időre. Jöjjön a család, gyertek. Mert aki először megtalálja és értelemszerűen kiteszi úgy, hogy az olvasható legyen, nyer egy hétvégi tesztvezetést, méghozzá annál a típusnál, vagy hát azt a típust, amit ő megpróbált kitenni. Jó? Nagyon kemény helyre dugtuk el a betűket? Nagyon eldugtuk? Igen, a hátsó kerekek alá. Közöttetek milyen kapcsolat van? Kollégák vagyunk. Kolléga, jó. És akkor ki fogja vinni az autót hétvégére? Hát én. Egyet. A világos, az a vén. Hát kilátom. Ezt hamar megbeszéltük. Na, itt nálatok ki keres? Szerintem mindenki jó, keres. Jó, Ákos, ha háztartás beli. Ákos, megfogjuk, ha akarod, de szerintem az a jó, ha te bevetted magad az autóba, jó? Indítjuk az órát, 3-2-1, tessék. Megkeresni. Gyerünk. Így van, porzik a murva. Így van. Keresétek, várjál egy másodpercig. Ne kezdjétek el. Picit most ugye annyi nehezítés van, hogy a vitarás csapatnak nem adtuk oda a kulcsot. Igen. Jó, megvan. Na, jó, figyeljetek, akkor még egyszer óra indul. Tessék! A lehető legjobban eldugott helyekre is gondolkodjatok, hogy vajon hát, ha ott van egy betű, Aha. Ha valaki a kőműves dekoltázsok így felé van. Érdeklődik, akkor ide jöjjön, mert láttam már egyébként ilyen sürgés forgást. Legutóbb akkor, amikor az egyik pontgyűjtőkártyámat elveszítettem egy parkolóba, ugyanez volt. Igen, azt mondja, hogy megvan egy-egy betű már. Megvan egy-egy betű. Egy-egy gyakorlatilag az állásbörögetek már kettő. Jó, az S-Cross betűi közül már kettő megvan. Papa ott van mellette. Jól van. Így van. Hogy koncentráljátok a feladatra. Mindenki nagyon sürgősen keres. Uh-huh. Ákos, pici Ákos is egyébként annyira cuki a gyermek, ő is bemegy és keresi a betűket. Nézd meg. A vitarások pedig már visszapörgetik a kilométer órát is. Igen, és kivették az aksit, illetve levettek. Két szíveringet és egy alufelni. Föltették a szőnyeget. Igen. Jó? Jó, oké, okay, mondjátok közben, hogy körülbelül hol tartotok, hogy azért részleljük mi is, hogy a verseny az 3-3 hol zajlik. 3-3, jó, akkor ez szerintem döntetlen eddig. Pontgyűjtőkártyáról egyetlen egy sztori. Azt mondja, hogy 1-2-3, vitarából mennyi van meg?
Nyomjad, nyomjad, Jani, négy, azt mondja, hogy négy van az... meg. Jó, S-crossból hány betű van meg? Már csak a Feri eddig sztorira van. Kettő, gyerünk, pörögjetek, pörögjetek. Ez fontosabb. Pontgyűjtőkártyás történet, tegnap jövünk tankolni, mondom, te Jani, meg kell állni valahol, mert nincs Benyánk, az molkút. Meg, náj, nincs nálam a kártya! Ott maradt a Móni rá! Ugye, menjünk tovább! De mi is, akkor nem lehet megállni tankolni, mert nincs szád a kártya, nem volt az puntvesztesége jár? Figyelj, azt mondja, hogy tankolnunk kell, mert már villog a lámpa. Mondom, a molka. Ja, jó, mert nincs nálam a kártya. Hagyj, ne, menjünk tovább. Jézus, Atya, Úristen, te nem e világi minden vagy, egész hova biztos. Van. Na, figyeljetek, hogy álltok, hogy álltok? Mennyi van meg a vitarából? Egy betű hiányzik. Még egy betű hiányzik. Leesett? Leesett? Aha, leesett. Jó. Hogy álltok? Sehol nincs meg? Lehet, hogy nincs is benne, nem? Azt mondja, hogy figyeljetek. Nem, baj, megmutatjuk a best of-ot. Nagyon nagy a húzatok bele, mert... Aha, azt mondja, mit hogy jó, látszani? Még egy betű. Még egy betű hiányzik. Igen? Hánynál tartanak akkor, ha egy betű hiányzik? Nem tudom, de szerencsé, hogy nem azt kell kirakni, hogy adaptív tempomat. Igen. Folyamatosan megy a keresés, mindkét autónál egyébként lázas, sürgés, jó, forgás megy. A vitarából meg. Még egy betű hiányzik, az S-crossból mennyi hiányzik még? Mutassátok föl. Ezt az ember akkor látja. Így van, csak egy középső ujjat látok. Na! Apa! Mennyi van még hátra? Apa, mennyi apa? Ne, apának fogalma aha, nincs jó, már. De apa meg. Nem elgyugdik el a betűket. Aha, uh-huh. Jó, azt mondja, hogy egyelőre, hát az még csak három, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon húzza. Megvan! Nagyon jó! Ó, úgy néz ki, hogy a csapatnak ebben a pillanatban sikerült. Volt az utolsó? Itt volt bent. Aha, értem, tehát közvetlenül a kormány mellett egy kis igen. Szinte láttam magam előtt, itt volt bent. Igen, az itt volt bent a kormány alatt, ahogy Feri is mondja. Jól van, jöjjenek a kollégák akkor ide, mert hogy megvan gyertek. A tesztvezetés. Hát Ákoséknak, szegény Ákoséknak ez most nem sikerült. Srácok, mit dolgoztok egyébként? Tűzvédelemmel foglalkozunk. Tűzvédelemmel foglalkoztok, nagyon helyes. Hát osszátok be ezt a nyereményautót, egy hosszú hétvégére vihetitek el, megoldjuk, de azért ez egy barátságos leosztás legyen. Így jó? Van, így van, mindenképpen. Mondjad? Az lesz. Az lesz, jó van. Köszönjük a játékot. Köszönjük, ügyesek, szépen, gratulálunk. Használjátok egészséggel. Természetesen a másik családnak is, illetve nem másik családnak, mert ti nem családok vagytok. Még. Bár ebből a munkakapcsolatban még ugye bármi lehet. Természetesen egy ajándékcsomaggal majd kompenzáljuk. Már meg is kapták. Jó, már meg is kapták. Így van, ezek elég kicsi betűk egyébként. Én azt néztem, hogy nem nagy betűk ezek. Nem és képzeld el, hogy milyen kicsinek látja őket Feri? Most mit cseszegetsz? Azért nem, hát magasabbról nézek. Egyébként azért. Na, ügyesek voltak a játékosok? De. Ség? Nem nyugdíjas módra adták elő. Nagyon nagy. Nem nyugdíjas módra adták elő. Így van. Jó lenne egy ilyen autót elmi? Tesztvezetésre se akarod megnyerni az unokáknak? Semmi? Te csak mi jöttél, nézel minket és kész? Igen. Igen? Én ez nekem egy éves feltöltődés. Édesem, igen. De tudod, hogy nem sokára elmegyünk. Hát, még megvárom azt. Na, hát, de nem de, sokát is megvárom. Jó van, de cuki vagy. Ebből még szerintem, hogyha egy nagyon picit erőszakosabb vagy, szerintem lehet belőle egy jó kis esztergomi kirándulás Balázsra. Azt mondom, hogy oda-vissza. Nem, annyira nem megyünk el. Nem, esztergomba nem? Voltam, mi lesz a Stiefolderrel, ugye? Hát ez az, hát a egy éves kaja. Na, jó kis Stiefolder, így van. Egy jó bazilika. Közösen. Mi bajod a lukammal? Bazilika. Nem értem, miért kell a testtájaimat emlegetni esztergomban. Itt vagyunk a bazilikának. Én adja úr is. Így van, és itt van egy nem túl szép lány, ronda ellop. Na! Hármasugrást játszunk! Játszunk! Jöjjenek a játékosaink! Na, hajrá! Játszunk már is! Hármasugrás a Morning Show-ban! Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello! Sziasztok! Hogy hívnak? Enikő. Enikő megjött egy pici gyermekkel a karján. Mekkora igen, a gyermek? Igen, Bálint, 17 hónapos. Ugye milyen hülyességet tud az ember mindig, ha kisgyereket lát, az ember kérdezi, mekkora és hogy hívják, nem? Igen, igen. Meg ellágyult a hangod is. Mekkora a gyermek? Igen, de hát tényleg nagyon, nagyon, nagyon cuki. Mert őszintén, kit érdekel? Nem, én mindig ezt kérdezem, de hogy egyébként imádom. Nagyon nem. Szerettiteket, mindig tapsol, amikor reggel bekapcsolom a rádiót, mondom, hogy Balázs, itt a Balázs, akkor tapsol. Megnézzük a Balázsót, igen. Azt is, Jézusom, hát ezt felejtsétek el, az rég volt, az már nincsen. Hát azóta már annyi minden. Változatát is szoktuk. Azóta már annyi minden történt. Azt akkor is fogják egyébként még ismételni, amikor tár rég a szóróparcellával lesz. Engem már rég eltemetnek valahol a Nagy Tétényi úton. Mondjad? Temetőbe dolgozok. Pécsben. Na, kérdezni is akartam, hogy miért vagy ilyen vidám. Minden. Mit csinálsz a temetőben? Mindent. Mindent, amit kell. Hát az is, azt lehet bírni, nem? Persze, hozzá lehet szokni. Jól van, na.
János, tudunk valamit a kérdésekről? Persze, én írtam őket. Nagyon jó. Fölírom a keresztnevedet, mondod még egyszer? János. Enikő, várjál, én jegyzetelek, csak nem találtam a tollamat. Enikő, mivel foglalkozol? Hát én most itthon vagyok a picivel. Az egy jó. Most egyébként egy pedig jó a temetőben. A dolgoztam ott is nyári munkán, így van. De mi, sírápolás, vagy mi van? Igen, volt, az is sírgondozás, meg igazából így ilyen tájba leveleket összeszedni, ilyesmi. Kertészeti meló. Jó volt, szeretted. Jó, csak közben keresem a kérdéseket. Jó, nem annyira nehezek egyébként. Jó. Nem annyira nehezek. Mehetünk, Enikő? Mehet, igen. Na figyelj, így szól az első kérdés. Melyik emberi szervben találhatók pitvarok? Hát a szívben. Így van, a szívben, de jó van. Gyűl, mindjárt nyom neked egy tapsot. Menjünk-e tovább? Baseball sapka a második ajándék. Persze, menjünk. Menjünk tovább. Hány nagy díj van még hátra az idei Forma 1-es szezonból? Basszus, kettő? Nagyon kettő. Jó vagy, hát ügyes vagy. Nézed? Szereted? Hát nem igazán, mostanában nem. Mostanában már nem. Régen igen. Kinek drukkoltál régen, vagy hogy most nem? Hamiltonnak. Most is világbajnok lett egyébként. Igen. Most már háromszoros, ugye? Háromszoros. Nem akármi. Tenisz rajongó is. Komolyan? Néha szoktam nézni. Nézed teniszt? Komolyan? Igen. Basszus, van még egy. Nem foly Federer, ugye? Nem, én a Djokovic szeretem. Erről van szó! Á, gyerekek, az a baj, Djokovic most tényleg a Nadal mondta, a másik ligában játszik. Most megnyerte megint Párizst, most már az ATP világbajnokság Londonban. Te ez most fájt egy picit, nem Djokovicot mondod, kicserélj a harmadik kérdés. De mert olyan, de helyes, jól néz. Djokovic jó. Gyoko jó, meg nagyon közvetlen. Meg a gyerekek most annyira más ligában játszik, mint a többiek, hogy egyszerűen érintetlen a csávó. Én most megértem, hogy sokan neki drukkolnak. Hát most úgy vettem. Kérdezem szerkesztőnket, van erre idő? Szóval képzétek el, Párizsban Murrayt úgy lerendezte az a döntőben kétszerben, mint a húzat. Előtte ki van. Az, akit ez érdekel, hogy mi aha. volt a döntőben? Na tessék, hányan néznek te? Kimegyek, addig dumáljunk. Most ne nyaljatok neki. Nem kell ilyen könnyű, ilyen szánalom. A kezem. Igen, ilyen szánalom tenisznézés. Őszintén, ki szereti a teniszt, sose beszélek róla többet, ha nincs háromnál. Tegye fel a kezét mindenki, aki szereti a környéken jó, a teniszt. Pécsváradon valaki. Ki az, aki gyűlöli, ha a teniszről beszélek? Ki az, aki utálja, ha a teniszről beszélek? Aha. Na, őszintén! Árulok. Aha. Egy csomóan tartózkodnak, nem is szeretik, de nem is utálják. Látod? Aha. Azért ez jelent valami. Így van, ingatlan. Ha ők még hát, ha megszeretik valamikor. Jöjjön a harmadik kérdés? Na. Igen, menjünk. Hányszoros Grand Slam bajnok? Nem már! Milyen nemzetiségű Novák Djokovic? Azt hittem, azt élünk! Igen, mit nyert most meg Novák Djokovic Párizsban? Melyik hungarikumnak számító tevékenység megteremtője és mestere Kassai Lajos? Hungarikumnak számító tevékenység megteremtője. Kassai Lajos. Nem. Egy fantasztikus, nagyon szép, nagyon régi. Így van, de jó, befogadjuk. De jó vagy. Így van, a lovasi jászatról van szó, ami egyébként már tényleg, és a lovasi jász módszert hungarikumnak számít, és Kassai Lajos egyébként, aki itt nem is olyan nagy távolságban él itt egy tanyának közelben, ő ennek a mestere, létrehozója. Szuper. Igen, amikor én ijászkodtam, akkor nekem volt tőle íjam. Ő készíti íjakat is, nem csigás, de reflexíjakat csinálja, így nagyon klasszakat. Hát ilyen. Ő volt az, aki gyakorlatilag újra értelmezte, pontosabban összerakta a honfoglaláskori magyar íjat. Igen, nagyon jó íjakat készít. Jól van, ügyesek vagytok, na hát nagyon flottul ment ez Enikő, úgyhogy gratulálunk, van egy ajándékcsomagotok, puszi nektek. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Sziasztok! Ciao, köszönjük! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. De aranyosok, helyesek voltak annak ellenére, hogy szeretik a teniszt. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk továbbra is. Esztergomban, ez a helyszínünk, itt is vagyunk egészen 10 óráig, maradunk, és reméljük, hogy mindenki töltöget, mindenki szelfizik a gyönyörűséges kis autókkal, és aztán 10 óra előtt néhány perccel kiderül, hogy ki az, aki boldog autó tulajdonos. Lehet elvileg, vagy hát legalábbis kap egy virtuális kulcsot. Ma, aztán pénteken majd a West End előtt leszünk, ugye november 13-án, a nyugati téri bejárat előtt, és hát ott dől el, hogy ki lesz autó tulajdonos. Koncert is lesz, 10 órakor Vastag Csabi érkezik hozzánk. Vastag Csabi. Menő. Vastag Csaba, 10 órakor. Utolsó, majdnem, hogy az utolsó olyan koncert, amit egyedül vállal a Csabi. Már jövőre csak nagy koncertek lesznek, úgyhogy aki szereti azt a fajta lazaságot, amit ő úgy így nyom, így egyedül előadóként, már csak ezért érdemes kijönni. Így tényleg. Van. A vastagabbik közül a vékonyabbik lesz ott. Így van. Nem már. Bocsom, egy ilyen nyomorúságos szójátékkal legyünk. Vastag Csabi, így van. És 9 órakor is lesz koncert, amíg ugye hírek megy, időjárás, közlekedés.
addig ugye kapnak. A Super Stereo, ne? Rendesen mondom a nevüket, tegnap csak rosszul olvastam. A Super Stereo lép majd fel 9 órakor a West End előtt, az Üvegstúdió mellett, vagy előtt a kis mini színpadunkon. Úgyhogy érdemes meglátogatni mennünket, Budapest, West End nyugati tér. Még ott a helyszínről is választunk majd valakit, aki egyébként kulcs tulajdonos lesz. Azt viszont biztos, hogy nem 3-4-10-kor választjuk. Nem 3-4-10-kor, hanem 9 előtt néhány perccel. Úgyhogy az nem elég, ha valaki még 9:30-re odajön, gyorsan szelfizik egyet, és tölt egy lapot. Mikor sorsoljuk az éter nyertesét? Az éter nyertesét már csütörtökön. Holnap. Már holnap, így van. Tehát holnap már kisorsoljuk azon hallgatóink közül a virtuális kulcsot, akik SMS-ben jelentkeztek, hogy legyen ideje, ugye, hát bárhol is van, megérkezni Budapestre. Mert ha pénteken sorsolnánk, érted? Hát igen, akkor már nem tudod eljönni, de jó mondaná, de vagy. Azt lemaradna a kulcsorsolásról, te sok. Életlenül van még egy kört mindenkinek. Így van. Úgyhogy akik nincsenek itt a helyszíneinken, vagy nem tudtak ott lenni Pécset, vagy Debrecenben, vagy esetleg ma, azok küldjenek SMS-t, valamelyik Suzuki modell nevét, holnap pedig figyeljék az adást, 9 óra után sorsoljuk majd azt a hallgatót, akinek egy napja lesz Budapestre érkezni, és megtalálni bennünket a West End-nél a nyugati téri bejárat előtt, jó? Tehát november 13-a, péntek 13. Nem, hoppá, jelent, nem jelent semmi rosszat. Semmit? Hát semmi jó, rosszat. Hát abszolút bearanyozunk valakinek a napját, így van. Így van, az emósunknak piros betűs ünnep. Igen? Na péntek 13 emosoknak piros betűs ünnep? Hát történik valami velem, mi? Igen, hát ott lesz valami tragédia. Úgyhogy ez vár ránk, ez vár ránk. Megkóstoltátok a káposztás hasét? Nem, amit Angelina Jolie evett ebben a kávézóban? Nem. Igen, kétszer kért belőle állítólag. Lányok milyen vidáman kávéznak itt. Tényleg? Hát, nagyon kis, vidáman. Mennyire tudnak élni? Beülnek, isznak egy jó láttét. Nincs meló, gyerekek. Se meló, se iskola. Nem. Semmi? Basszus, mondjuk én nem a lányokat irigylem, hanem a srácok. Igen, a négy-egyes fölállás van. Azért egy srác, négy csaj. Ezt nevezem én ideális ivararánynak. Esztergom kicsit olyan, mint egy ilyen olasz, ilyen kis mediterrán kis városocska, hogy ülnek az emberek vidáman, kávéznak, 8:45-kor bámulnak bennünket. Hello, csajok! Akkor nem ide lépek. Hello! Mit tisztok éppen? Mi a láttét. Jól láttam, hát nem eltaláltam, ismerem a kávéfajtát. Még ilyen távolságból. Igen, láttak adáig, igen. Finom a latte, jó? Igen. És nincs meló, csajok? Vagy mi a helyzet? De 9-től indul. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Telekommunikációban dolgozunk. Milyen profi, nem mondta nevét, látod? Nézd meg, milyen. Mi nagyon egy munkahelyen? Igen. Mind a négyen. Igen, csak a csajok. Jó, és a férfi az csak így leült mellétek, hogy hello lányok, van itt egy kis szabad hely. Meghívnátok egy kávéra. A kolléganőmnek a férje. Ó, értem. És nem merted egyedül kiengedni? Vagy mi azt gondoltad, hogy lecsapjuk a kezedről? Nem, hát jobb így hölgyköszorúba szerintem. Egyébként ez igaz. Menő. Most kicsit olyan vagy, mint az élet császára. 4:90, ülsz, uh-huh. 4 csajjal, vinámon kávézol. Ez nagyon jó. Igen, menő. Fél háromkor jöttem hozzá a munkából. Akkor már nem vagy a császár. Fél háromkor mit dolgozol? Mit csinálsz? Én kamionozom. A betyárját, akkor keveset vagy itthon, sokat mész, nem? Nem, hát ő belföldön kamionozom. Ja, belföldön. És a feleségedet azért megkérdezem, hogy milyenek a szabad estéid? Most már nincsenek szabad. Mi apa 3-kor jött haza, vagy 2:30-kor? Hát, átlagosak ilyen. Kicsit van itt valamit akargatni való, na mindegy, nem érdekel. Majd beszéljétek meg, ha hazamentetek. A belföldi kamionozás az egyébként nyilván durva, de nem annyira, mint amikor külföldön nyelzem. Amikor elmész 2 hétre, 3 hétre, az keményebb világ azért, azt nem? Azt is csináltam. Csináltad? Egy-másfél éve hagytam abba. Az kemény, az lélekülő, nem? Igen. De ez így teljesen rendben van. Mindig szoktam azon gondolkodni, amikor megelőzlek benneteket, hogy mi a fenét csináltok, de tényleg. Tehát amikor tudod, hogy egy normál autóval 160-nal, ha mész Debrecenbe 2 óra, az 80-nal a kamionnal, tehát én nem jutok. Olvastok közben, vagy tévét néztek? Mit csináltok? Hát én például hangos könyvet hallgatok nagyon sokat. Komolyan? Igen. Amikor nem alszik. Igen. Ez milyen jó, hogy hangos könyvek formájában elol vagy fölolvastatod idézőjelesen magadnak a kedvenc könyveidet. Aha. Igen, hát főleg, hogy színészek olvassák föl, nagyon szórakoztató. 35 vendek a tök mag, és akkor kimegyünk a világból. Egy jó. Hagyjuk ezt, ugye ez volt a rizsa a felséged miatt. Beszélj nekünk a Bad Girl Mapről, jó? Tehát ha külföldön vagy, nyilván terjed valamilyen formában, valamilyen kis textfájban vagy ilyesmiben, egy olyan térkép, amin fel van... Passza unál, gyerekek! Igen, hallott, hogy ott mi volt a izélvelet a... Nyugodtan utasítsd el, akkor probitáló kérdéseket. Elutasítom. Mondd meg, hogy nem. Akkor kezd ugye a történetet, hogy ismerek valakit, aki...
Gyerek. Olyat többet is. Hát hogyne? Hát olyan durva parkolókat láttam néha külföldön, ilyen kaminos parkolókat, néha még engem is leszólítottak. Hello, Szöszi! Bevászol, kicsit a hátsülésre. Mondom, bocsánat, a gyerekkel megyek Horvátországba. Volt a török börtönbe. Még egy körbe állunk. Na, szóval hangos könyvet. Kézzel, de láttam olyat, hogy valaki tévézik például. Tehát tévén néznek közben. Én szoktam egyébként még sorozatokat nézni laptopon, meg menet közben, és akkor gyorsan elmegy az éjszaka. Gyertek át szombat este. Felvételről. Kiírom neked. Nagyon jó műsor egyébként. De közben tudsz arra figyelni? Tehát kis vezetés, kis tévé közben. Természetesen, mivel autópályán megyünk, tehát gyakorlatilag magától megy az autó, beállítjuk tempomatra, és akkor csak megyünk vele, tehát nincs ilyen probléma. Uh-huh. Ez igaz? Én nem nyugodtam meg, gyerekek, hogy 40 tonnás szerelvényekben emberek televíziót néznek. Gyerekek, hát ne áltassak, én megyek előttük. Ne áltassuk magukat, azért a sofőrök, azért a sima autóban is nagyon sok mindent csinálnak. Ugye ott van a telefonod, ott van a gyors étteremben megvett kaja, dugod a töltőt, nézed az SMS-eidet, tehát ezt nem csak kamionvezetők csinálják, ezt mindenki csinálja, nem? Hát vagy sokan csinálják, hogy nem figyelsz a vezetésre. Hogy vezetek, Jani? Dugok én vezetés közben, Jani. Te ott ültél, három napja mellettem ülsz. Nem, látod? Tessék. Nem olvasok újságot, és nem állunk meg gyors étteremben. Rendesen vezetünk. Igen, van. Jó, mondjuk Feri nem is tud figyelni, mert ő véges crossozza az egész utat. Tehát, hogy ő gyakorlatilag egy rallinak nézi. Ez az országjárási számára, ez egy ralli verseny, ami az egész országon átível. Neki ez egy kihívás. Egy Zsámbék Eszterról. Meg tudom csinálni időre neked, Jani, hogy legyen idő. Nem, az egész arról szól, hogy minél előbb kitegyél a kocsiba. Jó, hát basszus ember legyen a talpán, aki 4 órát azért tud együtt tölteni, nem? Azért a sok. Hát ott bármi nagyon minden... jó volt. Minden témát kimerít az ember. Jó van, jó kávézás nektek, csajok. Jó, szevasztok, puszi, köszönjük, hogy eljöttetek. Gyorsan egy-két közlekedési hírt, nézzünk, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy ha váltak éppen már is mondom, azt mondja, Szabó József vagyok, 20 éves Astrán van. Jó van. Baj. Az jó, megérdemlek egy új kocsit. Puszi nektek, írta József, ezt a puszi nektek. Nem vált kékre, de most igen. Dunaharasztiban a Némedi úton a vasúti átjáróban egy 3-as BMW és egy terautó ütközött, rendőrök terelik a forgalmat, minden környező utca beáll, Doolittle küldte nekünk. M3-as 58-as kilométer Budapest felé, teher külső a középső sávban, a Gyömrői úton mérik a kifelé menőket, a Kőhíd előtt, valamint Bikal belterületén a gyenge ködben fotóznak, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Na, mi van most a villamosokkal? Mondjátok meg nekem, hogy találkoznak ezek frontálisan? Mi ez a nagy villamos törési hullám? Itt a sofőrök elkezdték letörni a villamosokat, hogy le tudják őket biztosítóztatni. Szegeden törtek villamosok. Úgyhogy találkoztak, összeütközött egy villamos egy másikkal, egy tesztvezetésen. 11. kerületben történt a nagy esemény, és az van, hogy megérkezett hozzánk a világ leghosszabb villamosa. Ja. Így kezdődik, amire minden villamosvezető fel akart ülni, nagyon büszke a dologra. Iszonyat jól néz ki egyébként. Nagyon jól is néz ki, és nagyon jó lesz, meg a tömegközlekedés fellendíti, de az van, hogy nem tudod, hogy hol az eleje, mert hát nagyon hosszú. Uh-huh. Bár szerintem mondjuk előről vezet egy villamos. Igen, a sofőr középen ül, tehát nem érzi az elejét. Én sem értem, igen, nem érzi az elejét, és ő belement az előtte haladónak a fenekébe. Ó, basszos. Kicsit megcsókolózt meg, egy kicsit. Hogy valószínűleg az lehet, hogy Tarlós a főpolgármester írja, hogy felsziszent, és zavart érzett az erőben, tudod, ez a úristen, mint hogyha milliók sikoltottak volna fel, és aztán pedig csönd lett. Nem értem, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamos? Egy villamos olyan hosszú, amíg a villamos megálló ér. Tehát lehet az 6 kilométeres, ha a villamos megállóban csak egy bizonyos szintig tudsz beállni. Mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát nem minden villamos olyan hosszú, amilyen az adott országban egy-egy megálló? Hát hiába hosszú a villamos, ha lelóg a megállóról. Ez tényleg nagyon hosszú villamos, ez olyan hosszú villamos, hogy két megálló között csak gyalogolnod kell. A villamoson. Tehát kettesével áll meg. Tehát ez úgy kell elképzelni, hogy beleáll a Blaha és az Oktogon közé, és nem mozdul. Így most átsétálsz. Amikor átsétálsz, becsukja az ajtót, megy arrébb, megy egyet, illetve kettővel, és ott megint. Ennyi a lényeg, hogy az egyik ajtaja a Blahánál van, a másik ajta az Oktogonnál. Tehát nem mindegy, hogy melyik ajtóhoz állsz, annyira hosszú. Hol akarsz lesz az Oktogonnál? A hátsó ajtóhoz menjen. Hol szállsz a Blahán? Menj előre. Az első ajtó már a Blahán van. És ha esik az eső, felszállsz, átsétálsz, és leszállsz a Blahán. Ennyi. Értem én. De nincs aberráció, hogy mi az, hogy a világ leghosszabb villamosa? Hát ha vannak rövidebb villamos megállók, akkor ott nem tud járni, nem? Jó kérdés. Vagy minden villamos megállót például a Comino vonalán úgy építettek meg, hogy a világ leghosszabb villamosa beférjen, és ahhoz képest, ha rövidebb megy, az befér, ha pedig a világ leghosszabbja, az is? Vagy, hát, hogy vagy azt mondják, a világ leghosszabbján, hogy csak a két első ajtót tudod használni. Mert a... Igen. Mert nyilván így történik. Van egy rossz hírük, igen, a 80 ajtót nem lehet használni, mert nem ér be a megállóba. Az első két ajtón van a leszállás. Aki sokat utazik, az menjen hátra, ahol nem nyílnak az ajtókot. Meleg is van addig, tök jó. Ki tényleg így van, a végállomástól végállomás, hogy mész, akkor menjél olyan helyről, nem nyílnak az ajtók. Leszállás, felszállás csak az első vonalon, az első ajtónál. Nincs lögdösödés.
Hány méteret hosszú a világ leghosszabb villamos? A 400, 500, 3 kilométer? Mekkora ez a villamos, hogy a világ leghosszabb villamosa? Állítólag 345-en utazhatnak rajta egyszerre. Ezt valaki számolja? Tehát ott áll az ajtóban majd valaki, és azt mondja... Szerintem ez a korrekt válasz, igen. Vagy ez a max befogadó képesség, hogy mondjuk ennyi személyes. De hát nyilván lehet ez több is, ha felzsúfolják magukat az utasok. Meg van határozó, erre van valami szabvány, hogy ugye összesen hányan állhatnak, meg ugye hány ülőhely van benne. De mekkorából, érted? Mekkorából állhatnak hányan? Hogy én állok, érted? Vagy nem tudom, a hölgy áll. 81 ülőhely van rajta, az egyébként szép. Na de amire ki akarom kanyarintani picit a dolgot. Picit olyan volt Feri ezzel, mint annak idején, hogy hívják, láttam, legyen ön is milliómosba, hogy hívják. Vagy sőt, még inkább Egri Jánosnál, nyugdíjas bányamérnökök. Na most álljunk meg egy pillanatra. Nem igen. De most tényleg álljunk meg egy pillanatra, és akkor beszéljük át ezt a dolgot. Beszéljük el, 55 kilós nőt számolnak igen? Ilyenkor, vagy 110 kilós Rákóczi Feri? Tessék, átlagolnak szerintem. Igen? A kettő között azért van egy 3-4 milliárd ember, aki... Van szeretnél, vannak olyanok. Feri, szeretnél szabványá válni? Tehát, hogy jelezzék a villamoson, hogy... De, igen, ennyi nő, ennyi Rákócziból pedig ennyi. Ennyi, hogy abból kevesebb fér. Kint lennél ilyen kis fotó, hogy no entry, tudod. Nem szállt föl, mert megbillen a jármű. Mint a liftekben, amikor írják, tudod. Egy család, két gyerek, három apuka, négy anyuka, három gyerek, tudod, a liftekben lehet látni. Azért mondd el, hogy tegnap lifteztünk együtt. Beszálltunk a liftbe, és a lift, komolyan mondom, a budapesti tejipari vállalatos időszakokra emlékeztetett, amikor beszálltunk egy raklap cukorral, Feri beszállt, és így a megnyomtuk a gombot, és így a lift így... A kicsit felsikantott. Egy picit felsikantott, és nem indult el. Hogy túlsúly. Hát, és ő is azt mondta egyébként Feri, hogy mindjárt kiírja, hogy túlsúly, nem tudok felvenni. És piros lámpa, a kövér szálljon ki. Látunk téged, kamerán, szállj ki. Figyelek, igen. A kövér szálljon ki. A gyereked maradhat. Az apuka szálljon ki. A bébi mehet. A Dodge-em véget ért. Apuka szálljon ki. Nincs menetirányal ellentétes haladás. Tudod, hogy ezeket mondták be neked. Na, térjünk vissza a villamosra. Szóval az egyes villamos vonalán jár. Ez azt jelenti, hogy tavaly, ha jól emlékszem, felújították a megállókat. Igen. Ami arról szól, hogy egészen tudatosan gondolkozik a BKK, hiszen ők akkor már tavaly tudták, hogy megveszik a világ leghosszabb villamosait. Felújították a megállókat, és ezek a villamosok most beférnek egyébként, mert ha a világ leghosszabb villamosa, akkor a világ leghosszabb megállói nálunk vannak. Igen. Ugye? Nagyon jó, nagyon ötletes. Tehát az egyes villamos vonalán vannak a világ leghosszabb megállói. Bizony. Nem lehet hosszabb a megálló, ha nincs hosszabb villamos. De lehet csak abban az értelme. Esetben, hogyha mondjuk a villamosnak a hátsó traktusára rá lenne szerelve egy mobilperon. Egy hordozható mobilperon. Ami ugye beáll a rövid megállóz, és akkor ezzel kitolja. Nekem egyébként ezek a bevásárlások nagyon-nagyon tetszenek. Annak idején a kettes metró vonalán történő kis javítgatások tetszettek a legjobban, amikor kiderült, hogy az újonnan megvásárolt metrószerelvények nem tudnak kanyarodni. Nem tudnak kanyarodni, mert sajnos egy nagyon picit szorulnak ott a Pillangó utca utáni szakaszon, és aztán a következő történt, kimentek, és ilyen bontókalapácsokkal itt ott elevettek a sarkakból. Az most miért a villamos vagy a metrószerelvényből nem tudsz levágni? Az is igaz. Onnan az megvan, amikor a sofőr hívta a diszpécset? Bérász, hát beszorultam, menj, hagyjál, mondom, hogy beszorultam, nem tudok se előre, sárra beszorultam, hagyjál, hogy szorultam, lebeszorultam, mert tudom. Na, szóval állt a próbaidő alatt, ugye, hát próbaidőn volt a villamos, és próbaidő alatt tették tönkre. És talán vannak olyan hallgatóink, akik szintén dolgoztak, csak egy járókelő, Jani. Ja, bocs. Mert János újra itt engedett. Akik dolgoztak próbaidő alatt, és elrontottak valamit. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valahova te felvételizel, és azt mondják, hogy rendben van, akkor egy-két hónap próbaidő. Ha korrekt a munkahelyed, akkor mondjuk 3 hónap próbaidő után fel is vesznek, és nem küldenek el, és nem hívnak valaki újat próbaidőre. De talán vannak olyan hallgatóink tényleg, akik szintén elrontottak már valamit próbaidő alatt, akik egy kicsit bénáztak, akiket aztán végül nem vettek föl, mert vagy kárt okoztak a munkahelyen, vagy valami olyat tettek, ami miatt meghiúsult az a vágyuk, hogy ugye hát azon munkahelyen tudjanak dolgozni. Mert állítólag ez is ugye hát próba időn történt. Most nem tudom, hogy a villamos próba ideje volt, vagy a dolgozó volt próba időn minden esetre. Biztos nem próbaidős dolgozóra nem bíznak. Nem bíznak egy ilyet. Igen. Hogy mi történik a próbaidő alatt? Ez ma is megy még, nem? Hogy próbaidőre hívnak 3 hónapra. Kell, így ugye? Van. Így van, szinte minden szakterületen van szerintem, vagy 1 hónap, 2 hónap, 3, de van akinek ezt, hát ezen végig kell menni. Igen.
Neked volt próbaidőd, János? Valamikor dolgoztál próbaidőn? Teiparban? Vagy téged azonnal felvettek? Azonnal felvettek. Hát nekem ugye azért nem volt próbaidő, mert gyakorlatilag 4 éven keresztül tanultam a szakmámat, és nekünk voltak olyan szakmai gyakorlatok, amelyek során ugye egy ilyen idősebb kartárs mellé beosztva elsajátíthattuk a különböző munkafolyamatokat, de hát azért az első nap, amikor egyedül hagytak a Pasteur mellett, a kakaófőző üzemegységben, a budapesti teipari vállalatnál, azért ott egy enyhén szólva és egy szó átvét és valódi értelmében is becsokiztam, mert azért, amikor mondják, így lentről hallott, hogy valaki a hollander kulcssal ütögeti a csöveget, és küldjed be a kakaót, te kis töcsök! Tudod, és azért akkor be tudsz feszülni, és megnyitsz mindent, amit csak meg lehet, és akkor, hogy orrán száján dől a rendszernek, itt megy az izocukor, ott megy el a tej, csak a kakaóm nem megy le a gépekre. Azért ott lehet feszülni. És akkor másnap ezt tetézed azzal, illetve mondjuk az élmény tetéződik azzal, ilyen rossz magyarsággal fogalmazva, hogy bemész és az éjszakás ott fekszik keresztbe a kakaós zsákokon, teljesen kiütve, igen, enyhén szó, lehúzod a zsákokról, és akkor még megcsinálod azt a műszakot is, amit ő elfelejtett megcsinálni, azért, mert mit tudom, hogy névnapot ünnepeltek, azon a héten már negyed. De mitől ütötte ki magát? Túltolta a kakaót? Hát igen, egy holland kakaó porjad be, és felszívott belőle 3 csíkot. Kicsit megálltok neki. Igen, na. De visszatérve erre a villamosra, hogy ezt is próba úton törték össze, azért a szörnyűlet, képzeljétek el szegény vezetőt, nem? Hát most gondold el. Rád bízzák, megjön, átadják, ott a híradó, mindenki kim van, köszönő beszédet mondanak, tényleg minden nagyfejes ott van, beülsz a Willingerbe, nyomsz egy kövéret, és úgy, ahogy van, lezúzod a villamost. Azért az kemény. És képzeld el, amikor a 3 hónapos próbaidő végén nem vesznek fel, és ugye van egy áru visszavétel, illetve pontosan már visszaveszik tőled, jó, akkor volt egy munkaró, egy bakancs, igen, meg egy villamos. Eleje. Igen, meg a villamos eleje 458 000 forint. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ha ti voltatok próbaidőn valahol, akkor mi történt veletek? Mi olyat követtetek el a munkaadótok ellen, amiért aztán hát benneteket nem vettetek föl, összetörtetek valamit, nekimentetek a targoncával, kárt tettetek valamiben. Nagyon sok ilyen történet van, szerintem. Meg vagyunk. Igen. Szerintem meg vagyunk. Mi történt a próbaidőn? Mi a neved? András vagyok, Pusztai András. András! András! Na, mi volt a munkahely? Ez a Sopron Kövess, Autoliv Kft. És ilyen laboros voltam. És jött a idióervatak főnököm, azt mondja, szondázni kell. Mondom, megütötted magad, te dög részé vagyok, minek küldjek? Minden nap találunk egy gyöngyszemet. Szondázni engem? Igen. Na, most minden, az egészek azt mondja, hogy szervezem meg a szökésem a szerályból, és akkor odaadta a cselédkönyvemet, kipizett a gubától, ami 600 forintot, jól jártam, hazabírtam jönni. Az vége. Meggyőlt a mutatvány 3 nap alatt. De mit kellett csinálnod? Tehát mi lett volna az eredet? Laboros voltam. Laboros? Nagyon ügyes. Laboros voltam pontosan 72 órát. Aha. Az 3 nap. Igen, ez igen. Mértem. Mit kellett laborálni? Hát ilyen öntvényeket mértük be, hogy a Verda el tudjon indulni, nem ilyen törés rajta, meg ilyen blablabla. A lényeg az egésznek az, hogy mentem dolgozni, jött a spanom, azt mondja, smokecatch, mondom, mondjad. Micsoda, várj, hogy hívták a spanodat? Smokecatch. Azt mondja, vedesz ebből a mezei harmadosztályból. Adj egy picit, mondom. Hát akkor jött ez a idő elmadat. Várj, hogy csak elemezzük, a mezei harmadosztály valami jó. Kis drink volt? Tehát valami, hogy beteszel ez a tablettás, Isten. Na, já, igen, értjük. Igen, beteszel-e valamit a mezei harmadosztályból? Jegyzetelj, Feri, ezek jó dumák. Hát nem biszkit adott a rohadalom. Igen, és akkor beverték 2-t? 3 decit. És úgy mentél laborozni, hogy szógd. Hogy mondod? Úgy mentél laborozni, hogy benn volt már 3. Igen, na, szóval nem veszem észre a hajszárepedést. Észreveszek mindent. Nem veszed észre így a hajszárepedést, óriási. Észrevettem volna. Ilyen ellenőrző szekta volt. És akkor jött? Fővettem a távcsövet, nézem a hajszerepedés, nincs, de volt. 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 Ez volt a bukta. Smoker is ott dolgozott? Smoker is ott dolgozott, az is jött benne, megszervezte a szökését, ő is a szarályból. Nem volt. Nem voltunk biztonságban. És te is Smoker benneteket egyszerre tettek ki? Igen, mind a kettőnket, csak én hamarabb eljöttem, mert siettem. De Smoker... mert siettem. Smoker is drinket? Bevert 3-at ő is? Ő többet szerintem. Azért jött lassabban. Tehát elhagytátok egymást az úton? Nem. Kicsit lelassult. A gyárba hagytuk el egymást. Ja, az úton nem, mert mentünk a következő spíbe. Nagyon jó. És hogy volt a szondás? Mondta a csáv, most hozza a szondát? Azt mondja, fújjak bele. Mondom, minek? Hát ittam. Azt mondtad, igen. Hát nagyon szeretem. Csak tudom, hogy részeg vagyok. Ez egy rövid próbaidő volt. Nem voltam részeg. Hát nem, hát 3. Csak le voltam lassú agyilag.
Nem mindegy. Így van. A tablettás IF-től. És mi van most Smokencse? Merre van most? Mit csinál? Próbafekvésen van a temetőben, úgy bebaszott. Ja, de jó. Oké. Okay. Jó, most tartozkodunk a ronda szavakkal. Anna, a best of-ra majd ügyelj. Jól van, oké. Okay. Csak a Bece nevedet, hogy ő Smokencse, és te? Én a Ali Fraser vagyok. A Fraser. Ali Fraser? Ali Fraser, igen. Ali Fraser, de nagyon jó. Azért, mert mindig luftot ütök. De jó, hogy megismerkedtünk. Én Alifel Tyson vagyok. Tudtam, hogy ismerlek. Ugye? Ali Fraser és hát Smokencse. Nagyon jó. Imád. Megvan a nap története. Nagyon jó. Na, hát ilyet írjatok nekünk, jó? Hogy mi történt veletek és Smokencse-el. Csak idézhető legyen. Ez itt a Morning Show. A Győzi Roadshow. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz 3 perc múlva pillanat. Jaj. Írtam csak közben valamit. 3:49 lesz, 3 perc, szóval szép reggelt kívánunk mindenkinek. Vajon mit csinál a Smokencse, gyerekek? Smokencse. Hol lehet? Hol lehet? Próbafekvésem van. Próbafekvésem van már? Nem? Tessék? Detoxban van Smokencse. Ja, Ali Frazier-től kapjuk az információt. Valaki írt, hogy Ali Frazier-t már szóivőnek. Tehát... Na, itt vagyunk még mindig Esztergomban, drága esztergomiak, tessék nyugodtan töltögetni, szelfizgetni valamelyik autóval, jó, megmutatni a hostess lányoknak, kitölteni ilyen kis nyereménykártyát, ez nagyon fontos, bedobni a kis urnába, hogy szoktuk mondani, 3-4-10-kor pedig valakit kihúzunk, aki már-már autótulajdonosnak érezheti magát. Pestre kell jönni ugye pénteken, mert hogy pénteken a West End előtt leszünk, november 13-án, és hát ott dől majd el, hogy ki az autó tulajdonos. Akik SMS-ben jelentkeztek, azok holnapig jelentkezhetnek, holnap kihúzzuk majd az SMS nyertest is, és még pénteken a helyszínről is választunk valakit, aki szintén kap majd egy kulcsot a kezébe. 10 órakor Vastag Csabi a színpadon, a Class FM Morning Show színpadán, 9 órakor pedig Super Stereo. Super Stereo, ők lépnek majd fel. 3 dalt nyom mindenki, vagy 4 dalt, de nagyon, nagyon szeretjük őket, úgyhogy ők is jönnek. Akkor mégsem jön a Szupcsi Stereo. Szupi Stereo? Nem. Super Stereo jön hozzánk, és mondjuk a budapestieknek, hogy veletek is szeretnénk találkozni, reméljük jó sokan leszünk. November 13-a kora reggel, Nyugati tér, West End, 9 óra után ott sorsoljuk majd ki az autót. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy szegény villamos vezetőt sajnáljuk, egyébként nyilván nem lehet könnyű, ha az ő hibájából történt, azt se tudjuk egyébként, próba járat alatt ugye törte össze a világ leghosszabb villamosát, és hát igen, még csak tesztelték ezt a villinget, aztán most jól össze is történt. Szegény megremegett egy kicsit a felelősség súlya alatt. Igen, de valami nem stimmel a villamosokkal, mert közben Szegeden is 2 villamos ütközött, az valószínűleg váltóhiba volt egyébként, el kellett volna, hogy kanyarodjon. Szolidaritásból ők is. Fogjunk össze. Igen, ők is összecsókolóztak. És a próbaidőről beszélgetünk, hogy milyen kellemetlen az, amikor hát amikor az ember próbaidő alatt követel valamit, friss még a cégnél, újonc, mindenki őt figyeli, hogy teljesít, és hát az ember pedig nagy galibát okoz. Kértünk meneteket, hogy írjatok nekünk SMS-eket, hogy kivel mi történt próbaidő alatt. Hát kaptunk nagyon jó kis SMS-eket. Itt van még emberünk? Persze. Ali Fraser? Ott itt van. Már szerintem autogramokat ad, nézd meg. Elsősorban van. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Ha lesz internetem, akkor azonnal mondom. Neked van? Kölcsönadom az enyémet, mit szólsz? Én nem vagyok internetíri. Semmi baj, csak volt benne, nem szerencsére. Nincs vele gond, végül csak 3 deci tea ömlött rá. Nem volt benne, na! Meg vagyok, megjavultam, köszönöm. Első napomon szaladtam bele villás targoncával a főnök gipszkarton falu irodájába, átszúrva a mobil klímát. Éltek a próbaidő adta lehetőséggel, nem marasztaltak. Azért az szép, amikor a villástargoncával... Ennyire a főnök ott gépel az író, aztán mellett egyszer csak kijön a falból egy villástargoncának a villája. Az kemény, igen. Azt mondja, festő vagyok, amikor végeztem a szakmunkás ulival, elmentem maszekhoz dolgozni, megkérdezte a főnököm, hogy tudok-e önállóan tapétázni, mondtam, hogy persze. Mit gondolom, miért vagyok itt? Ez a szakmám, ez a hivatásom, ez az életem. Délután visszajött és azt mondta, szép, de a minták nem érdekelnek? A minták nem érdekelnek. Tojás értékesítő cégnél új sofőr kolléga 2 hónap alatt 3-szor tört el a tükröt, elneveztük tükörtojásnak. Hűrészüzemben kezdtem, dohányzás tilos, 2 nap, második nap sikerült egy poroltóra való tüzet okoznom. Kirúgtak, az elégett fa árát 5 napig kellett ledolgoznom. Karbantartónak jelentkeztem egy céghez, 6 hét után felvettek, első munkanap a kollégák felküldtek a titkárságra a kanyar kulcsért.
Üvegajtón kopogtam, de az üveg berobbant, elfelejtettem levinni a lánckesztyűm, nagy igyekezetemben elkezdtem összeszedni a darabokat, szóltak, maga meg mit csinál, felkaptam a fejem, sikerült a dirinek a magyaróit felütnöm. A diri ennyit mondott tacskónak, nagy vagyok, embernek meg marha, ezt István küldte nekünk. Hát István néha küldözget olyan SMS-eket, hogy nem biztos, hogy igaz. Azt mondja, hogy boltban voltam tanulóként, első nap egy nagy raklap kávét kellett megszabadítanom a rajta lévő fóliától. Mit sem sejtve, belebögtem a szikét a tetején, és csak húztam lefelé a raklap aljáig. Éreztem, hogy valami nem stimmel, mondanom se kell, rengeteg kávét vihettek a selejtbe. Kata küldte nekünk. Aztán én egy szépen frissen kifestett, épp akkor nyitó kávézóban az első napomon véletlen kávéfőzésnél elfelejtettem beletenni a kávézasztartot, így az éppen lejött tűzforró kávé berobbant a térbe. Beborítva engem, a falat, a kollégáimat, a vendéget és a főnököt. Nem rúgott ki, sőt, amikor bezárt a kávézó, még állást is kaptam tőle. Niki küldte nekünk. Azt mondja, hogy bankban dolgozom, az egyik új kolléga tanult be mellettem, amikor kiszaladt a mosdóba. Mire visszaértem, teleírta a rendszert olyan kódokkal, amit az elméleti oktatáson hallott ügyelet felmondására. Kérdeztem, ezt miért csinálta az én azonosítom, amire közölte, hogy azt hitte, ez tesztrendszer. Természetesen kirúgták, már nem dolgozik ott. Elmentem egy próbamunkára, majd az első nap, az első 5 percben leveltem a bakról az egyik oldtimer autó metálfényű lökhárítóját. Autófényezőnek akartam tanulni, elsúnyogtam. Érte nekünk egy hallgató. Ötcsillagos vidéki hotelben voltam próbaidőn, mint melegkonyhás szakács. Kb. 2 hét ment el, ki kellett mennem a büfét tölteni a reggeli alatt. 500 fő, hatalmas káosz, én meg egy porcelán tálcán vittem ki a felvágottat. Egy óvatlan pillanatban egy üveg borosvitrin széléhez hozzáért a porcelán tálca sarka, amiben persze a megfeszített üveg azonnal atomjaira tört, és elterítette, beterítette az éttermet. Az étteremvezető csak ennyit mondott, Tibor, ismer egy jó üvegest? Egyébként ez szellemes. Ez jó. 3 évig dolgoztam utána, ott nem kellett kifizetnem. Azt mondja, egy galvanizáló üzemben gurítottam 4 egymásra pakoló ládát, amik tele voltak kész anyaggal. Nem kellett targonca, se csúsztak az ablak rendelések. 2 nap céges autóval 45 ezer gyorshajtás, másfél hó totálkár a céges kocsival. Rendesek voltak, maradhattam. Peti küldte nekünk. Hát le kell dolgozni a kárt nyilván egyébként ilyenkor, nem? Szerintem igen, persze. Persze. Lezúztam targoncával a gyártósort, 2 milliós kárt csináltam, nem kellett fizetnem semmit. Ez Toma küldte nekünk. Cukrászdában dolgoztam, 2 hét után összetörtem a sütispultot, 600 ezer forint volt. Azt mondja, ki akartam kergetni a legyet a sütikről, nem sikerült. Az a lelkes, igen, tudod, a lelkes. Ott az nem volt elszántság, 6 kilós légyüldözés. Próbaidőm első napján egy drogériában leöntöttem a biztonsági őrt málnás ásványvízzel, ennek ellenére felvettek. Azt mondja, hogy szállodai recepciós voltam, a vízforgató helyett a medence vízleeresztőjét kapcsoltam be. Új. Az milyen? Egy teljes, hát egy nagy medencényi víz, nem tudom, egy hány 10 000 liter. Örültek. Ne! Csak tisztítani kellett volna. Igen. Munkatársam elrontott a CNC gépen a méretet, minek következtében 3 köszörű követ robbantott fel. 1,5 milliós kárt csinál, gyorsan megköszönték neki a részét. De ez akkor nem a te hibád? Hát most miért nem szól se? Nem, miért nem szól valaki, hogy ne robbansd be azt a rohadt követ? Igen. Hát de most nem? Hát de igen, csak hogy joggal várják el, hogyha mondjuk jelentkezel egy munkára, van is ilyen szakképesítésed, hogy talán értesz is az a munkához, amire felvettek. Valaki azt írja, hogy Ali Frézsert és Istvánét kéne összekapcsolni egy beszélgetésre. Igen. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, nagyon-nagyon jók jöttek, köszönjük szépen. Mi most mutatjuk a hármasugrás beugrót, úgyhogy mindenki figyeljen. Ez a beugró a hármasugráshoz. Na, most jön, figyelem. Újra! Na, újra is nem kell. Ki kapcsolja be mindig a fűtést? Laci. Szereti. Ki? Fázik a Laci. Nem, hát egy gyereket fölnyomott. A gyereket fölnyomott az anyukája az üvegstúdióra, csak mondom. Konkrétan megérkezett az üvegstúdióra. Megmutattuk már 2-szer? Nem, még csak egyszer. Mutatunk. Csak egy volt, csak egy volt. Mutatjuk még egyszer. Újra! Jó, ez könnyű, mint tegnap. Ez most egészen könnyű. Így van. Uh-huh. Na, milyen volt a Hemendex? Isteni! Köszönjük szépen! Ha legközelebb tetszik nekem Hemendexet csinálni, figyeljetek, akkor... Figyeljetek, most köszöni meg! De nagyon tetélek magát... Volt, ez lesz a... Igen, ne, én csak őszinte vagyok, igen, hogy hogyha legközelebb másképp jövünk, igen. Érted? Akkor már így tudni fogják, hogy csinálják. Aha, nem fognak túl... csinálni.
Ugye? Ugye? Hogy egy picit túl tetszett sütni. Tehát, hogy azt vártam jobban, hogy a sárgájába tudod, hogy belemártod a friss, meleg. Ugye, hogy a hála hányféleképpen meg tud nyilvánulni. De nem? Nagyon jó volt, tehát nagyon örültem. Nem. És az meg, hogy nem tudtam normálisan megenni, érted? Hát jön a Anita kollégina itt közben, hogy írjak alá meg. Komolyan, te mennyire gennyes vagy. Hát ez, te mennyire egy gennyes állat vagy. De nagyon köszönöm, csak mondom, de hogy a lelkét belesüti a baltojásba, elkecsöl vele, becsomagolja, rád gondol, megcsinálja, idejössz, megzabálod, majd lefikázod. Nem hát zabáltam, meg elfogyasztottam. Én, szépen megettem. Van nem? Neked lelked? Van. Hát milyen ember vagy? Azért mondom, hogy legközelebb. Én legközelebb nagyon óvatosan fogyasztanám el, amit tőlük kapunk ajándékból, illetve tőlük majd kapsz majd ajándékba. Te is azt tetted, egyébként ezt is ők csinálták. Én nem is, nekem tökéletesen megfelelt, nagyon fin volt, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Sőt, de én ezzel kezdtem, hogy nagyon köszönöm. Nem jó, kicsit egyébként, hogy Laci jó voltából, nyilván, hogy egy picit itt hagytad volna még az asztalon, akkor megsült volna ez, mert rohadt meleg van itt benne állandóan, de lehet, hogy rendesen hozták, csak a túl melegnél. Nem, nagyon köszönöm, tehát rettetesen hálás vagyok, mert 4 napja kérem a Balást, hogy ezt intézze el valahol. Volt már olyan, hogy egy aktuális születésnapodra nem jött el senki, mert túl sokat panaszkodtál az ajándékokra. Meg se hívom őket. Nem, meg se hívom őket, tehát nagyon finom volt. Picit, hogyha kevéssé tetszett volna megsütni, akkor... A sonka minősége megfelel? Na, hibátlan volt, mondom maga a Hemendex, csak egy picit túl. Tegyek fel a kezét, aki Feri szerint egy rohadék. Vagy aki szerint Feri egy rohadék. Nem, én szerintem nem rohadékok. Na, hát de legalább de. Mert őszintén. Látod, ők becsülik az őszinteséget. Ők becsülik, tehát ott van a hála, ott van a köszönet hangja, de az ember mondja el. Nem, ez csak azért van Feri, mert szerinte rohadék, vagy mindenki más szerint pedig egy mocskos szemét áll. Látod, egy rohadög. Hát komolyan mondom, a lelkét belesütött ebbe a Hemendexbe, és ennek semmi. A gyerek szájától vont el az utolsó két tojást, érted? Adi néni, köszönöm szépen, nagyon finom volt. Na, valaki elhagyta az iratait, itt van nálam, ha valaki keresi az iratait, jó? A nevet nem mondom be, mert akkor azt mondja, hogy ő az, aztán lelép itt a személyigazolványjal. Mondd a nevet is, hogyha a címet tudja hozzá, akkor ő az. Ott valaki integet. Tiétek a, az nem, ira? Nem, csak szimpatikus vagy neki. Ja, nem, azért, mert hogy fiú, mondom, már azonnal föltetted a kezed, mondom, ez egy fura, durva nem váltó műtét volt. Most mi van? Hadd nézzem már meg. Mi nem kell minden megfogni? De miért? Ne hagyd nézzem már. Na, csak viccessé. Személyigazolvány, OPEC adó, azonosító jel, minden van bennem, tudunk jó? Tudunk hitelt fölvenni, tök jó. Igen, nem adjuk oda, csak annak, aki bemondja a nevet, egy ilyen barna tárca, úgyhogy gyertek értem. Jó, addig jöjjön érte az illető, amíg még világos van. Ja, üzenti, jól látom, üzenti. Jó. Jelizés. Na jó, minden fontos irata egyébként itt van. Így van. Úgy, nem lehet itt nagyon gyorsan személyi kölcsönt felvenni valahol. Ezt mondtam, hogy mehetünk hitelt fölvenni. Ott a személyi minden. Ott egy bankszembe, bekecsölsz gyorsan. Mondd meg, hogy egyedülálló apa vagy itt vagy a gyerekkel. Feleséged elhagyott. Adjanak valami pénzt, föl kell nevelni, látják. Pillanatokon belül felveszel rá hitelt. Amikor a fotó az nem biztos, hogy mindenhol, nem biztos, hogy mindenhol stimmel. Jól van, na, drága hallgatók, nem sokára játszunk még egyet, mondjuk az itt jelenlévő esztergomi hallgatóinknak, jó, mert hogy még a kocka kirakós játékot nem játszottuk, és hármasugrásra is lehet jelentkezni, töltögessétek szépen, csinált mindenki selfit valamelyik igen. Autóval? Csináltatok? Nagyon helyes. Csináltok, ne menjetek el a lehetőség mellett, mert tényleg a marha egyszerű beregisztrálni, és hogyha vége egy gyönyörű szép Twitter a GLX, akkor szerintem megérte. Így van. És vajon mit csinál most Smokkencs? Ebben a pillanatban, most így, 5 perccel 9 óra, mit csinál most Smokkencs? Most tépik ki az infúziós kanülöket. Megyek, jövök a haverommal. Ali Fraser még itt áll a stúdió előtt, de vajon Smokkencs hallgat-e minket? Ha igen, érkezzen meg a helyszínre, egy ajándékcsomagért. Szeretnénk Smokkencsel is találkozni. Így van. És hogy egy ápoló el mellett, akkor hányat lát? Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Adjátok vissza a Ferit meg a Janit. Hol van? Én már itt vagyok. Szétszednek bennünket tortázik, a győriek. Tortázik, süteményezik, pitével csencsel. Nem, semmi ilyesmi. Lúdlábat ad el. Ha akarom vinni azt a vonalat, amit eddig ütöttünk, akkor azt mondanám, hogy helyetted népszerűsködik, mert te nem jössz ki. Te nyilvánvaló szemét. Hazugság, mert egyébként Balázs gyerekek soha ennyit nem volt még kint egyébként, mint ezen a héten, úgyhogy nagyon szépen tolta, de hát ha már rácsatlakozunk egy vonalra, akkor nyilván ezt a vonalat kell ütni továbbra, és Jani egyébként ajándékot osztogat, népszerűsködik és ilyenek. Valakitől olyan szőlőt kaptunk, gyerekek, komolyan mondom, az eszem megáll, Pesten minden zöldséges azt gondolja, hogy az igazi szőlő az ilyen dínye méretű, és azt kell megvenni. A vevők is mit keresnek? A nagyszőlőt. Az olaszt. Egyébként mi az igazi szőlő? Nézd meg. Apró szemű,
pici, édes és nagyon finom. Muskotályos. Én nem tudom milyen, de nagyon jó. Én behalok ettől a nagyszemű szőlőtől. Én ezt szeretem, ez a jó. És Pesten csak ezeket a tényleg ilyen dinnye méretű, ilyen genetikailag génmódosított, hatszorosan génkezelt, sárga dinnye méretű szőlőket lehet kapni. Ez nagyon finom. Elárulom ez neked, az igazi. Azért, mert azt keresi a vevő egyébként. Igen? Igen. De nem az, igazi szőlő. Én beszélgettem pont 3 hete a zöldségessel, és ő mondta, fie, hozunk nagyon jó hazai szőlőt, senkinek nem kell. Egy Sebestyén Balázs mondta. Aki keresi, de hogy mindenki egyébként a nagyszemű olaszt viszi. Ki szereti ezt a kis aprószemű szőlőt? Tessék, nagyszemű. Ketten jelentkeztek. Ki szereti a nagyot? A vastagot? Na, itt vagyok. A lányok elől, mi? Ha már vastag, gyerekek, holnap a vastagék közül, ahogy mondtam tegnap is, a vékonyabbik jön hozzánk, 10 óra után a West Endnél ugye Vastag Csaba koncert. Csak hogy méltóképpen zárjuk le ezt az egyhetes turnét, úgyhogy Vastag Csabi rajongók is gyertek holnap. Ott leszünk ugye a nyugati téren, ott sorsoljuk majd az autót, és szuper sztereó koncertünk van 9 óra után a Klassz FM Morning Show színpadán, úgyhogy érdemes bennünket meglátogatni. Ami még fontos, hogy ne küldjetek több Suzuki-t, Vitarát, S-Cross semmit, mert hogy lezártuk. Az SMS-ben jelentkezés lehetőségét. Összesítjük szavazatainkat, megkérdezzük Ali Frézsőt, a sorsolási bizottság elnökét, Esztergomban, hogy minden rendben talált-e. Valószínűleg mondanak, és akkor utána sorsolunk 9 óra után, jó? Úgyhogy leállhattok, nem kell többet küldeni, meg vagyunk. Jó? Szerintem még az is küldött, aki nem akart, aki akart, az pedig legalább 4-et küldött. Úgyhogy tényleg sok-sok ezer SMS közül 9 óra után hívjuk majd a győztest, nem kell több SMS-t küldeni. Vége van. Vége van. Ennyi, vége. Megálltunk. Emészétek meg. Ott valaki integet neked, János, egy pici apró. Szia. A kislány egyébként Oszián rajongó, csak mondom. Komolyan? Bizony. Mondtam neki, egy pár év múlva le fogod cserélni a rózsaszint feketére. A Hello Kitty helyett több halálfej. Hát igen, igen. Jó irányba megy. Beszélnem kell a szüleivel. 5 éves formának nézett ki, és már Oszián rajongó. Aha. De valószínű, hogy nem magától mondta azt, hogy anya, hagyj hallgassak Oszián. Tehát, hogy azért mindig van egyfajta szülői ráhatás. Nekem a Benny például imádja a Guns N' Roses, de alig várja, hogy jöjjön, ki akar menni, az összes számot tudja kívülről, címét, megismeri a Slash-t az óriás plakátról, rámutat. Ez Slash. És kik azok mellette, mert nem az Axl. Mondom neki, a Miles Kennedy jön most ő. És biztos, hogy ki kell vinnem. Tehát mindig az van, amit a szülő hallgat. Vagyis valószínű, hogy valamelyik szülő Oszián rajongó. Magától a gyerek nem kezd Oszián hallgatni. Ez tény, nem? Hát azért, vagy ha csak nem valami alternatív oldalában. Ismer a szüleit, ne otthonosok. Szandi rajongók. Na, szóval holnap zárul a turné Pest West End, ez a helyszínünk. Nyugati tér, Vastag Csaba koncert. Nagyon sokan lesznek, gyertek ti is. Holnap még a helyszínen valaki lehetőséget kap arra, hogy kulcsot kapjon a kezébe, 9 óra után pedig remélhetőleg mind a 6 nyertes ott lesz. Ugye 5 az 5 különböző helyszíről, egy valakit ma hívunk 9 után, neki egy napja lesz felérni, tehát ott lesz holnap a 6. Nem nyertes. Olyan nagy az ország, hogy ne lehessen ezt megoldani. Időben diszponálunk mindenki, időben diszponálunk, ki tudja ki honnan jön, úgyhogy tessék időben elindulni. Tegnap odajött egy nagyon helyes kislány az esztergomi kitelepülésünkre, és mondta, hogy ő Vastag Csabával szeretne fotót készíteni. Mondom, hogy én nem leszek jó. Nem. Hát, ez ilyen. Igen? Igen. Ja, neki akartad fölhívni a Csabát telefonon? Igen, ez aztán sajnos nem sikerült megszereznem a telefonszámot, de szeretem volna őket összekötni egymással. Nem akartam az útjukba állni. Láttam, mert bejött Jenő, hogy nincs egy Vastag Csaba számotok. Hát mondom, de hát, nem beszélek a Csabámon. Ja, és neki mondtad el, hogy egyszer már pusziszkodtál Vastag Csabit? Elmondtam neki, hogy mindig, amikor találkozunk a Csabival, akkor átöleljük egymást. Így, és akkor a Csabi mindig itt a jobb mellemnek szokott neki támaszkodni, és hogyha gondolja, akkor nyugodtan fogja meg a jobb mellizmomat, mert hogy a Csabi is ott. De már indult a kezem. Mondtam neki, hogy egyébként, amikor a Csabival találkozunk, mindig puszit is adunk egymásnak, és van, amikor még a nyelvét is átdunk. Úgyhogy akarsz Vastag Csabával kicsit találkozni, akkor nézd meg a nyelvemet, mert ott van rajta egy Csaba DNS. Na, mondtad neki, hogy jöjjön-e holnap Pestre? Nem mondtad, hogy fellép Csaba? Elfelejtetted mondani, hogy üljön be egy autóba, basszus, vagy üljön tényleg vonatra, és jöjjön el, mert holnap 10 órakor Vastag Csaba koncert. Simán lehet, hogy egyébként most ebben a annyira elszánt volt, annyira látszott rajta, hogy tényleg akarja ezt a dolgot, lehet, hogy most ebben a pillanatban rúgta ki maga alól a széket, és indult meg, gyalog. Felüvöltött és elindult. 9-kor pedig szuper sztereó. Na, tényleg, ne küldjetek többet, semmit, jó? Se Suzuki, se Vitara, semmi, vége. Aki most küld, kizárjuk a játékból. Á, nem, de egyébként kicsit igen. Úgyhogy ne küldjetek. Na, nyugodjatok meg. Mindenkit. Vége van. Eddig nem küldtetek, most már nem. Azt nézem, hogy milyen friss közlekedési híreink vannak. És vannak.
És megint vannak. Hihetetlen, van. Hogy ebben az országban történik bármi is, azon kívül, hogy mi Suzuki Vitarát adunk. Mi? Figyeljetek, kit kell boldogát tennem szájjal, hogy lekapcsoljuk itt a klímát bent, mert konkrétan felöntést csináltánk, sauna szertartást. Én tudom, hol a kapcsoló. Ismerkedjetek meg egymással, szerintem a Wikit. Ki az, aki ennyire fázik? Az oké, hogy kint hideg van, de tényleg elkezdem magam mindjárt egy ilyen csalálevével csapkodni, sósmézet keregetek a bőrömre, és felöntést rendelek el. Így van. Én 43 fok van ment a stúdióban. Mint egy török gőzfürdőben, mint várja az ember, hogy bejöjjön három ilyen szőrös hátú török ember, így ágyékötőben, és elkezd ilyen csapkodni mindenféle ágakkal tényleg. De nem baj, jó ez egyébként. Jó ez, én a forró teát is szeretem. Mondtam már, hogy Gwen Stefani egy ribanc? Mondtad már. Mondtam már? Mondtad. Jó, ezt gondolom. De komolyan mondom, ezt a tehetséges... De miért nem hívott vissza? Ezt a tehetséges Király Viktort, hogy nem vitte magával, egyszerűen komolyan mondom. Hát a Pali jól énekelt, nem volt hamis. Én megnéztem felvételről. Egy csomó mindenki hamis volt, meg lehet már nézni az interneten. Rengeteg a hamisan énekelnek. Erre mit mondott? Mit mondott? Mit mondott ez a cafka? Hogy nem őt viszi tovább, hanem a másikat. Nem vitte tovább. Kiesett Király Viktor. Tessék? De kikérem magamnak, hát tényleg. Elrabolsz valakit, majd utána kiejted. Hát van ennek a nőnek szíve. Nem olyan, mint a kis herceg is a róka, érted? Magamhoz édesgetek valakit, és el ott hagyom a sivatagba. Azt mondja, gyere Viktor, majd én elviszlek, majd a következő körbe kiejtem. Hát milyen ember az ilyen? Van ennek szíve? Nincs. Egy ronda kilt Z kategóriás sztár. Mondjuk két héttel ezelőtt pont az ellenkezőjét mondtuk. Jó, hát akkor még érve, most jó fej volt, de hát változnak az idők. Soha többet nem játszhatunk Gwen Stefanit. Jó? Soha többet. Ez a rádió nem játszik Gwen Stefanit. Soha nem játszottunk. Akkor, na, ezért merek ilyeneket megfogadni. Ebből is látszik egyébként, hogy a jövőben láttak. Jövőben láttak a főnökei. De tudod mi van? Én tudom mi van. Féltékeny volt rá. Elhiszed, hogy féltékeny volt hogy rá? Már miért? Féltékeny volt rá. Hogy féltékeny volt rá azért. Érted, hogy annyira nagyra nőne, ha megnyerné. Azért lehetett. Hogy annyira nagy lett volna Király Viktor Amerikában, hogy egyszerűen Gwen Stefani azt mondta, hogy nem. Tényleg? Nem, én féltékeny vagyok. Most kell megállítanom. Miért a Viktornak gondosabban volt olyan trimmelve a bukszája? Vagy? És tudom mi van? Ott van ez az aras. Az is köcsög. Az is. Ki az? Ott van, hogy hívják? Akivel párbajozott a Viktor és végül alul maradt, az aranyosan, diszkréten elhízott kisfiú, akinek Adélt énekel. Ja, tudom, mindig tudom. Sam Smith, nem tudom, hogy hívták. De hittem. Smith egyébként. Igen? Igen, Smith and Wesson. Várjál, ki volt a neve? Hogy hívták? Sonite. Igen, Sleepy Sloppy Sloopy, Mr. Sam Sonite. Tudja valaki, akivel párbajozott? Hogy hívták? Jordan Smith, de jó vagy! A legnagyobb vagy. Jó van, ajándékcsomagot hozzál nekünk. Jordan Smith, na most vele persze, hogy nyilván azonosul mindenki, hiszen egész Amerikában elhízott emberek élnek. Mi történik? Látsz egy elhízott fiúk énekelni, és azt mondod, az én is lehetnék, hát én is állhatnék ott, a szegény ember, mikor elmegy szerencsét próbálni. Nem lehet, hogy csak jól énekelt? Persze, nyilván jól énekel, persze, jó, most jól énekel, érted? Hát most jó. Hányan énekelik jól? Én is tudok így énekelni. Na, nagyon várjuk a pillanatot, nagyon. De nem, tényleg, egyszer lehetne végre valaki világsztár. Egyszer, eddig mindenki külföldi karrierről beszélt, nem így van? Ákostól kezdve hányszor végighallgattuk már, mit tudom én, a Kerozinnál, meg a Cosmic Star is. Majd, egy Kerozin amerikai turné az azért. Hányszor merült föl, hogy na majd ők világsztárok lesznek, mit tudom én, tényleg, kompakt diszk, mit tudom én, nem tudom. És most ez a fiú tényleg ott állt a küszöbén, de kellett volna még egy-két forduló. Erre mi van? Jön ez a csaj, jön ez a cafka, és kiszórja Viktorukat. Azért. Kiszórja, érted? Ez a hűtlen állat. Igen, meg kellett nekik a sztori, mert zavart őket. Jól énekel, jó képű. Te soha nem csinálnál karriert Amerikában, abban biztos vagyok. Miért? Jól énekelsz, és jó képű vagy. Érted? Engem és hiába mennél be, igen, odaállnál a színpadon, és hiába mondanál, hogy a moment in time. Jézus, senki, érted? Senki nem nyomna rád, semmi. Ez már a jól énekelő rész volt? Persze, mert az amerikai hülyék zabálnak, lusták, tunyák, eszik a sok cukrost, izét, aztán Jordan Smith-szel azonosulnak. Így van, kapják. Na menjünk. Vennel az élet. Felhúztam. Jó van. Ja, csak mondom egyébként, hogy 12 óra 25 perc. Na. Ennyi van még hátra. 9 óra után. Mi van? Micsoda? 12 óra 25 perc. A meccsig? Ja, ezt akartam mondani, hogy 9 óra után mindenki üzenhet a magyar válogatottnak. Itt élőben is. De 9-ig üzenjetek Gwen Stefaninak. Jó? Jó. 9 óráig mindenki elküldhető, hogy mit gondol Gwen Stefaniról. Komolyan mondom. Aki elvágta hosszú évekre az egyetlen magyar fiú lehetőségét, hogy világsztár legyen. Ezt nem teszi zsebre a Rüdke öcsém, amit most kap. 9 óráig írjátok meg, hogy mit üzentek Gwen Stefaninak. Jó? Tényleg. Akinek van SMS-e. Hova indultunk? Hova megyünk? Úgy felhúztam magam, kijöttem a stúdióba. Jó, itt megyünk. Most úgy felhúztam magam. Az első sorokból menjenek a gyerekek, nehogy baj legyen. Vigyázzatok, ilyenkor már köpköd. Tessék, mit üzensz Gwen Stefaninak? Tessék.
Ez az, ugye? Hogy megmondta? Hogy megmondta ő is? Még én is kezdtem egy kicsit szűkölni ettől a háttól. Beleborzongtam ez annyira durva. Ezt adjátok Edwin Stefaninak, hogy Magyarországon ilyen emberek vannak. Hát én nem örülnék neki, ha egy ilyen hátat üzennének nekem. Komolyan mondom, évekig nem lesz senki, aki világsztár lesz. Senki? Senki? Jó, azért még ne temessük. Ez lehet, hogy elég volt, hogy elinduljon. Tud mondani valaki durvábbat is, amivel összeszedhetünk egy 20 milliós NMHH büntetést? Hát. Igen. Küldjétek el SMS-ből, ott tudunk szelektálni. Na, játsszunk egyet? Játsszunk egyet. Mi legyen a játék? Segre pacsi. Jó. Jézus Isten, na jó, hagyjuk ezt. Ez kezd egy kicsit mikroszkop színpados lenni. Utat kérek. Szétnyitom a tömeget, ahogy Jónás a holtenger. Így van. No. Lexikálisan csak hülyeséget tízik, jó? Barabás a Nílust. Hello, lányok, ciao. Sziasztok, mi van, hogy vagyunk? Ti vagytok a játékosaink? Mi ám. Akkor jó helyen vagyunk. Kit, hogy hívnak? Évi. Viki. Évi Viki, jó, én ezt az oldalt megjegyzem. Jó? Évi Viki, tényleg négy nevet nem tudok. Évi Viki, másik oldal. Viu. Bence. És Robi. Bence és Robi, Évi és Viki összecsapása lesz ez. Barátnők? És kollégák. És ti? Mi nem barátnők, barátok. Hát megdöbbentettél, Bence. A humor van, mind barátok. Mit dolgoztok, lányok? Fagyiszalomba is cukrász. Ne csináljátok! Jani, nézd meg, mit intéztünk neked. Már van ilyen, hogy fagyiszalon. Te nem csak, hogy bemész, veszel egy fagyit, fagyiszalon. Moson Magyaróvára. Fizu emelésbe reménykedik, érzed, hogy finom, hogy elindult a cégem. Főnök hallgatja azon a brutto 30 ezer emelés most. Bármi lesz, én adásba fogok kerülni, főnök. De a fizetés emelésem sváltodjon majd meg. És mi az, hogy fagyiszalon? Az mit kell csinálni? Ez a neve. Jó, ez a neve. Hát ja. Azt viszont nem szabad mondani. Na jó, erről nem kérdezek többet. Oké, elrejtettük a betűket mindenhol? Na most ugye az van, hogy a fiúk autójának hosszabb a neve, mint a Jimny-é, és ott egy helyre kettő betűt tettünk, jó? Tehát nehogy az legyen a végén, hogy elkezdtek pampogni, hogy a Celery jó, az hosszabb volt, és egy helyen kettő betű van, jó? Jó, ez nem probléma szerintem. Celery jó, tesó, az hogy írják, tesó? Hogy? Hát ez betű, de azért hosszabb, mert SZ, Celery jó. Mint a Centurio, csak más betűkkel. Jó van, lányok, nektek az Ámbó család kedvenc autóját, a Jimny-t kell kirakni, jó? Elrejtettük a betűket, nyilván aki előbb megtalálja, az nyer. Ennyire egyszerű. Meg kell találni, aztán megpróbálni sorba tenni. Hétvégi tesztvezetés a tét továbbra is. Jó? Ki az, aki vezet, csajok? Vezetsz? Jól vezet? Nagyon jól. Nagyon jó. Meglát egy zöld lámpát, és már fékez is. Nosszasz! Nagyon jó. Jót kaptál, aranyos volt. Léci, kitelepülünk, bakker! Helikopter. De látod? Morning Show színekben van. Igen. Ennyi. Most hozzák hozzá a Király Viktor hanvai. Nem a Gwen Stefani. Ja, Gwen Stefani, igen. Na jó. Törtél már össze autód? Nem. Nem? Jó van. Most akarsz? A szponzor most kifújta a levegőt, jól van, akkor annyira nem kerül rossz. De ki lenne a hétvégi tesztvezetés? Tehát ki vinné el inkább hétvégén? Együtt. Ó, igazi barátnők. Barátnők. Jó, itt volt a másik oldalon egy meglepődés azért. Tényleg? Hogy együtt? Igen, te akarod. Na jó, oké, autó nyitva, megnézem. Gyerekek, ez be van zárva ez a kocsi. Hát egy picit most nehezített. Ja. Annyi, hogy fel kell törni. Jó? Tehát nézzük újra, most már ki van nyitva. Egy kicsi helyet kérünk szépen, mert ott ki fogjuk majd nyitni a csomagtartóját, meg mindent. Hogy? Imádnám, valaki megérkezett, hogy kalapáccsal és bevágja az ajtót. Oké, van óránk? Teljesen mindegy, mert aki hamarabb kész van vele. Aki hamarabb kész van vele, egy kötök jó, most mi a fenének mérni? Hova rohasz, ne menj el. Ja, mész keresni. Jó. Tessék? Fűtésgomb. Az első, amit megkeressek, a fűtésgomb. Jó, figyelj, ha ti nyertek, akkor 10-ig ülhettek az autóban. Melegedhettek. Hallgathatjátok úgy a műsort, hogy beültök, és 10-ig bekapcsolhatjátok a gyújtást, és fűthettek, jó? Na. Óvatosan, ügyesen, okosan, négy kézlába átsülésre, ne menjetek föl, mert mi is bemegyünk. 3-2-1, tessék! Tessék, uraim, neki esni, jöjjek, neki esni. Fáradjatok be, igen. Ott is lehet valami. Ez olyan most, mint egy ilyen női autómosó, nem? Amikor a nők itt szétszedik az autódat. Melyik hirtelen beugranak. Azt nézd meg. Csak figyelmetbe ajánlom, János, hogy... Nem nézek oda, inkább a napba. Csak mondom, hogy az egyik játékosunk konkrétan egy négy kézláb ereszkedve benézett a hátsó ülésre. Nekem megvan a győztes. Az, hogy Maja Gold nem csinálta volna ezt durvábban, ahogy bepucsítottak a női játékosaink. Gyerekek, így három betű megvan. Ne csináljátok csak már. Csak mondom. Mert gondolom, elsőnek megtalálták azt, ahova kettőt rejtettünk. Az mindegy, akkor is ja, három mondjuk, betű jó, van hát meg. Megkérdezem kedvéért. A lányokat, hogy állnak, csajok? Három, a lányoknál is három már. A betyárját, hát azt a mindenit, hogy izgulok. Ilyen gyorsan senki nem keresett, és nem is talált. Hát megáll a szívem. Na,
A srácok nagyon, egyik fiú hátul befeküdve egyébként az autóba, a másik már most mászott ki a csomagtartóból. Van valami? Az egyik lány pedig hátulról a logót szerzi, leszerdei egy csavarhúzóval éppen, ahogy látom, de elfogadjuk azt is természetesen. Mi a pálya? Hát, te is jól pucsítasz egyébként. Igen, de annyira nem izgalmas. Mit találtál? Van egy E betű, meg még egy E betű. Azt mondja, két E van már. Akkor öt betű. Ja nem, megfordult, mert ez egy M. Hoppá, mondanak valamit a lányok. Tessék. Megvan. Megvan. Na, Jimmy, rakjuk ki a Jimmy. Jó? Ó, srácok, srácok. Van, emlékezzünk a mágusra. Jimny, meg vagyunk? Meg vagyunk, srácok. Srácok. Ez mi is? Hát, hogy lennél már meg ez négy darab betű? Nálam nincs semmi. De nem áll, hogy akkor sincs meg egy O betű hiányzik még. Mert ez csak cele. Oké, srácok, engedjétek el. Basszus. Nézd meg. Ennyi, ott volt a tükörnél. Hát, ez celeri. Rutinosabb akaratok, megkértétek volna az egyik hostesslányt, hogy formáljon óta szájával, de... Igen. Lányok, van egy hétvégi tesztvezetés. Juhu! Azt hittem minőségítek. Szerintem annak jobban örülnek, amik ígérte, hogy beülhetnek 10-ig a kocsiban. Igen. Tényleg beült a kicsit melegedni? Ne zárjuk vissza? Hát elég hideg van. Jó, figyelj! Nyitnak a boltok, veszek egy téli kabát. Vegyél egy téli kabát, egyébként most már egyre melegebb lesz. Hát ha eddig kibírtátok, akkor tartsatok ki. Jó, van, hétvégi tesztvezetés, osztozzatok. Jó? És ne törjétek össze. Tessék? A betűk is az enyémek. Hát, holnap elvileg... még ez nekünk kell. Hát figyelj, holnap tudunk más autót keresni. Most mit buncsolsz neki, hogy elvigy egy Jimmy-t? Hát ez egy kitelepülés. Hát... Vigyétek az autót, a stúdiót. Vigyétek. Amit szeretnél. Szemüveg tetszik, nadrág, jó lesz valaki. Lányok, gratulálunk, ügyesek vagytok. Ügyesek vagytok, puszi. Sziasztok. Puszi, köszönjük szépen. Adjátok át egyenként. Így van. Aztán lehet, hogy János előbb-utóbb arra felé felbukkan. Hát voltam már Mosonmagyaróváron, hiszen ahogy a nevében szépen is mutatja, ott is van egy vár, ami jelenleg iskolaként funkcionál, és egyébként vannak még egyéb látványosságok is, amiket most nem részleteznék, mert megölnek. Mert nem akarsz untatni. Így van, meg nem szeretném, hogyha a pánikszerűen elkezdene esni a hallgatottságunk. Na, nézzük, hogy mit üzen az ország Gwen Stefaninak. Van még rá időnk? Van, de előtte még elmondanám, hogy 12 óra, 17 perc. Micsoda? A csodáig, a magyar hátra csodáig. EB selejtező, pótselejtező, első mérkőzés. Jó, 9 után beszélünk erről. 9 után kifújjuk a szakmaórát, ha fociról van szó. Jó? Minden percben kifújjuk a szakmaórát. Na, nézzük, mit írnak a hallgatóink Gwen Stefaninak, mit izénk. Szóljatok neki, hogy most beszélünk róla. Jó? Hallgassa. Most hallgassa a rádiót. Stefani kisasszony a piros rúzsos pofiával megcsokolhatja a... Ne fürdjél le traktoros seggemet. Gwen Stefaninak nem kívánok mást, mint hogy Győzikei Zámbó Krisztián adjon neki 24 órás szerenádot. Ugye? Hogy mit mulasztott? Zoli küldte nekünk. Attól, hogy Stefani feküdjön be egy beteg szamár alá. Igen, Imi küldte nekünk. Gwen Ribi Stefani a bőr hújjon a csontodra, te genya. Nagyon jó. A többit már megfogalmazta Mucsi a villanyszerelő. YouTube-on nézzétek meg, Dandy küldte nekünk. Gwen Stefani találkozzon két kanos elefánttal. Egy kicsi zárszobába. Igen, és az első, az egyik ne férje hozzá a hátuljához. Igen. És nézd, mi ellen, hogyha ebben a pillanatban tényleg megébredne Gwen Stefani otthon, vagy nem tudom, Malibu-i otthinában, és jönnek egy ízét, hogy te vagy a téma klasszon. Tekerj oda. Igen, tudod, kimegy a teraszra előtte az óceán, brutálisan megviselni a dolog. Gwen, egy fogad legyen, az is fájjon. Nagyon helyes, erre gondoltam. A Rokkó legyen a hálótársad. Mozgó pék küldte nekünk. Lője szemen egy bika. Zsolt üzenni. Halljon meg a lova. Kaptuk ezt is SMS-ben. Szaladjon neki röhögve egy körfűrésznek. Köszönjük szépen. Nem kívánok semmit Stefaninak, levegőt sem. Na, abszolút elkaptátok a fonalat. Így van, elvette tőlünk azt, hogy világsztárunk legyen. Komolyan mondom, hogy kikérem magam. Régi Máriám tankkal végigmenni Stefáni. Ó, Istenem, komolyan mondom. Hogy lehet valaki ilyen szívtelen állat, de tényleg. Elattal és csak lelkét rajta múlt. Igen, hát... és egyébként profintolta, jól öltözött volt, táncolt kicsit, annyi kezdő előadó volt, és annyi béna volt, és messze nem ő volt a legrosszabb, nem énekelt hamisan. Tényleg egyszerűen nem értem, hogy mit nem láttak meg benne, a Pali színpadot termet, jó volt, és tényleg jól énekelt, és hamisak jutottak tovább. Viktor nem volt hamis. De ez a nő, ez süket, ennek nincs füle. De ez süket. Nem lehet, hogy valami más miatt bántódott meg?
De micsoda? Király apuka tett neki egy félreérthetetlen ajánlatot? És azt mondta, Gwen, ha tovább ütötted a fiamat. Hogy hagyd, kérlek, ne! És ezzel megsértődött? És király apuka valami olyan tett, amit nem szabadott volna? Lehet. Vagy nem volt elég simulék, hogy a Viktor, vagy nem tudom. Jönnek még az SMS-ek. Leadnám a nyóckerbe lomtanítás idején a sok magára aggatott cuccával. Kaptuk SMS-ben. Ja, Istenem. Igen. Üzenjük Ben Stefaninak, hogy kopogtató szellemek dobálják szét a cuccait, hogy legyen hasmenése, ne legyen nyitva egy ügyeletes gyógyszertár sem, mindig csak ajánlott levele jöjjön, és be kelljen menni a postára. Na, mondjuk ahhoz, hogy ezek problémák okozzanak, neki hozzánk kellene költöznie. Igen. Igen. Ez kicsit a szomorú picit magyar valóság. Igen. De jó. Na jó. Hát ez az. Ez az. Ezt át kell, hogy adjátok Ben Stefaninak. Jó? De tényleg komolyan mondom. Azt mondja, egy utolsó Gwen Stefaninak legyen 10 emeletes háza, abban se lift, se lépcső, és a görcs rángassa le is fel a mindennapjaiban. Ez már magyar valóság, nem? Igen, 10 emeletes ház, ne legyen benne jó a lift. A nagyon jó, hát ezt sem biztos, hogy megérni. Most jönnének ilyenek, hogy egy felejts el befizetni az 5000 forintos kamarai regisztrációs díjat, és büntessék meg ezért 50000 forintra. Igen. Ne kapja meg hónap végén az Erzsébet utalmányát. Így van, kapják el, amiért mágnesezi a villanyórát. Ez kicsit feszélyes téged is, ez az 5000-es kamarai. Egy nagyobb ugye? Picit, hogy... Ha semmire? Na, picit... így van, évről évre. Jó, nem, erőle, jó, jó, köszönöm. Jó, igen, minden vállalkozók, amiről beszélünk. Na jó, köszönjük az SMS-eket, nagyon helyesek vagytok. Egy országként fogtunk össze Gwen ellen, ez nekem nagyon szimpatikus. 8:30 volt pontosan, egy perccel, ne küldjetek több Suzuki-s SMS-t. Vége van. Ez így még van. Néhány embernek nem ment át, már nem kell. Most már csak a szokásosokat várjuk. Zseniális műsor, felejthetetlen volt a kitelepülés, irgalmatlanok vagytok. Nem véletlenül hallgatok benneteket. Így van. Igen. Magasabb vagy élőben, mint fekve. Igen. Ez itt a Morning Show, a Győzi Roadshow, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Itt vagyunk, hello, drága győriek, 3:49 volt, pontosan egy perccel, rengetegen vagyunk itt az üvegstúdió előtt, ugye helyszínünk a Pláza parkolója, hát ezt minden győri tudja, hogy ugye ez a Jereváni út sarkán van, de azt hiszem, hogy nem kell GPS koordinátát megadni, minden győri megtalált minket. Sokan vagyunk, nagyon sokan itt az üvegstúdió előtt. Régen versenyeztettük a városokat egymás között, hogy ki hangosabb, hol vannak többen. Most nem tudom eldönteni, melyik város nyerne egyébként, hogy hol vannak a legtöbben. Mert itt is nagyon sokan vannak. Esztergomban is sokan voltak, Debrecenben, Pécset. Hát, mit csináljak? Hát. Mit csináljunk, nem? Ki az a frajt? Micsoda frajdi elszólásai? Semmi. Hát, hát mit csináljak? Azt mondja így, ezt mondja, hogy én, hát itt is sokan vannak, egyik Esztergomba és Pécset, Debrecen, hát mit csináljak? Jó. Igen, majd tudja magának a siker, hát nem baj? Hát, mi szeretjük ezt, de tényleg. Mi is ott voltunk, és tök jó volt. Mit csináljak? Hát sokan szeretnek, gyerek, nem tudok mit csinálni. Hát bárcsak ne szeretnének ennyien, de nem tudok mit csinálni. Fel hogy... tudjátok dolgozni, hogy ilyenkor a sztár ül előttetek, mint a Balázs? Nem. Helyes, nagyon helyes. Csak hogy mennyire értik a hallgatóink a humort, egy észrevétel Balázsnak nem Jónás, hanem Mózes, és nem Holtenger, hanem a Vöröstenger. Tehát, te műveletlen Tuskó, te ne haragudj, de próbáltam nevetni, mondtam idézőjelbe, és mondtam a Janinak egyből utána direkt, hogy mondjunk lexikálisan teljesen hülyeségeket, és oda nem illő dolgokat 9-ig vagy 10-ig. Nagyon kell vigyáznunk. Mindig megállapítom, hogy azért nagyon kell vigyáznunk, mert néhány hallgató még mindig nem ismer minket. Két ekkora buta bunkót én. Inkább hallgatok mást. Na, drága hallgatók, csak egy-két közérdekű információ gyorsan. Senki ne küldjön már nekünk olyan SMS-t, hogy Vitara, meg Suzuki, meg S-Cross. Nem kell, valaki nem azt kell. Írtam. Igen. Igen, mondtátok, tudom, hogy ne küldjek, de lázadó típus vagyok, Vitara. De kemény. 8 óra 40-kor elküldt egyébként, jó arc, igen, de tényleg nem kell már. Aki most küld, az már nem kerül be a sorsolásba, jó? A kis küblingbe. Úgyhogy ne küldjetek. Viszont egy fontos info, West End nyugati tér bejárata előtt holnap, november 13-a valakinek nagyon szerencsés nap lesz, 10 órakor Vastag Csabi koncert, 9-kor Super Stereo koncert, ott leszünk, egy nagy jambori lesz a West End előtt, gyertek el jó sokan, még onnan is választunk majd egy helyi nyertest, aki elvileg megnyerheti az autót. Úgyhogy érdemes kilátogatni. Jó buli lesz. Igen, viszont fontos, hogy holnap nem 3:40-kor választjuk a nyertest, hanem 3:40-9-kor, ugyanis 9 óra után már maga az autó átadása, a kulcsok kisorsolása és a kulcsok átadása történik, aztán valakinek majd ugye a kulcsa nyitja az autót, de nem 3:40-kor húzunk, tehát valaki ne számítsatok arra, hogy oda megyek 9:30-ra, aztán majd engem kiválasztanak, ott 3:40-9-kor zárjuk a szavazó urnát. 3:40-9-kor kisorsoljuk a nyertest, aztán 10-ig bunyó.
Igen. Vajon mit csinál most Ali Frézser, gyerekek? Ami közjegyző. Miért nem tudjuk elhozni Pestre? De jó lenne. De jó veled ülhetett volna. Tessék? Veled ülhetett volna a kocsiban. Ki volt a társa? Smoke Kench. Hát ők ketten. Na, van még egy játékunk, ez az utolsó egyébként, a nagyon-nagyon népszerű és hihetetlenül nagy sikert adató kocka játékunk. Így van, rakjuk ki Jani 20%-át. Igen. Felhívom mindenki figyelmét a kirakott kockákra, hogy Jánost mennyire ügyesen hagyták le a promóciós lányaink, vagy bárki is készítette ezt a kockát. Finom jelzéssel, tehát Feri teljes terjedelmében, én is felfértem a kockára. János jobb fülcimpája tulajdonképpen már-már az elvérzés határán van, mert hogy nem nagyon fért rá. Ha a játékosaink úgy döntenek, hogy bennünket raknak ki, akkor majd láthatjátok, hogy... Nagyon mutatós. Én egyébként már úgy rekonstruáltam magamban, hogy mi történt. Ez valószínűleg az volt, hogy már ugye a leadási határidő már nagyon közeledett, és akkor az, aki összerakta a képet, az éppen ott a Photoshop-ban játszott, amíg valaki berúgta az ajtót, összerak, hogy már zár a nyomda! És így és belőle majd meglátjátok, kb. A 10% a testemnek látszik, ami mondjuk azt jelenti, hogy akkor netto 25 kiló. Már az Instára is követelik. Ja, nem, akkor 250 kiló lenne. Igen, úgyhogy... hallod? Hallod, ezért megvillan a érettségi. Már az Instagram oldalunkra is követelik egyébként a fotót, csak magáról, a kirakott kockáról, úgyhogy majd csinálok egyet, amikor ott vagyunk hárman, hogy mennyire hagytak le, mert instás közönségünk is egyébként követ bennünket. Átléptük a bűvös 70 ezeret, ami nagy szó, mert hogy Facebookon már mindenkinek ilyen 150, meg 200, meg 300 ezer rajongója van, nekünk is a Morning Show oldalon, mint a 320 vagy 350, de Instagram kevesebbnek van, kevesebbeknek van. Az elit. Az a nagyon elit közönség. Nagyon elit közönség. 70 ezeren vagyunk már Instagramon. Ki van Instán? Ki van Instán? Van valaki Instán? Ennyien követitek? De jók vagytok. Tényleg? Nagyon jó. Nagyon jó. Bocsánat. Miért nem vagy az Instán, kisfiam? Nem érek rá. Nem kell rájönni, egyszer föl kell menni, és akkor megvagy. Ja, de ha már itt vagy, nagyon sajnáljuk, Viktor, hogy kiestél. Igen, tényleg biztos. És milyen gyorsan hazaértél. Na. Ha nagyon sokan mondták. De jó. Jól is énekelsz egyébként? Nem, egyáltalán nem. Mit üzensz Gwen Stefaninak? Hát, inkább nem mondom meg. Helyes, ezt is adjátok át neki. Jó, hol vannak a játékosaink? Itt állnak. Igen, csajok, hello, sziasztok. Sziasztok. Kit hogy hívnak? Barbie. Julcsi. Julcsi, Barbie, honnan jöttetek? Györből. A betyárját. Innen. Jó, meséljél neki. Jól van. Fa mellől. Egyik csapat, másik csapat. Tünde. Fruzsi. A betyárját. Jó, a Barbie Julcsi csapatot vállalom, jó? Megjegyzése. Honnan jöttetek, lányom? Győrből. Nagy meglepetésre Győrből. Egyre durvább ez a dolog. Figyeljetek, hogyha ki lehetne sorsolni, akkor hazavinnétek Puffnak ezeket a kis kockákat? De csak a Janisat. Azért a Ferinek a fején ülni egész. Csak a Janisat. Mondjuk nem sok van Janiból, de... Belőlem sajnos. Jó, aki nyer, az szintén egy tesztvezetést kap 3 napra, jó? Úgyhogy lehet az autókat finoman gyilkolni, ahogy szoktam mondani, 2-esben 8000-es fordulattal üveghangon. Aki 3-asba vált áruló, hadd örüljön a sponsor. Mit választotok, lányok? Mit raktok ki, Julcsi, Barbie? Vagy kit raktok ki? Akkor mit kapunk, ha titeket rakunk ki, mert ez nekünk nem tiszt. Akkor függ. Attól függ. Egyébként jó a kérdés. Tényleg, ha bennünket rak, akkor mit adtunk? Elvihetitek Balást egy körre. Így van. Autóval. Itt az Ósan körül. Az így van, körbe lovacskázom a bevásárló körbe. Tegnap úgy játszottunk, hogyha bennünket raktok ki, akkor választhattok autót. Tehát, hogy melyiket viszitek el. Feri és Balázsé közül. Jó? Akkor benneteket rakunk. Akkor ugye? Minket kiraktok, és akkor az 5 modell közül valamelyiket kiválaszthatjátok, ahogy Feri is mondja, és azt viszitek el hétvégézni. Lányok! Én egy stopper! Lányok, ti melyiket viszitek közül, vagy melyiket választottátok? Mi a vitarát. Vitarát, ez a beszéd, jól van. De könyörtelenül mondta, azért hallod? Mi a vitaráért? Érted, mi nem benneteket. Nem fogunk titeket kirakni, mert egyrészt könnyebb, másrészt meg a vitaráért jön. Mi nem puncsolunk nektek, üzent az egyik csapat a másik csapatnak. Jó, hát akkor kezdjük a vitarával. Kezdjük a vitarával. Jó. Csak mondom, hogy eddig a vitarát egyszer sem sikerült úgy kirakni, hogy ne legyen picit töréshibás, tehát hogy ilyen nagyon csúnyán összetört a gazdasági totálkáros vitara, így nézte ki mindig, mert hogy volt némi kis hajszárepedés, ugye, ahogy Eli Frézser is mondta a karosszériában. Nem könnyű, mert hogy sok autó hasonlít hozzá. Indíthatjuk az órát? Figyeljetek. Na, igen. 4 darab kocka. Az azonos képeket kell megtalálni, hogy a 4 kocka azonos felületén egy bizonyos képet kapjunk, ami ki is jön. Indítjuk az órát, 3, 2, 1, tessék! Tessék! Aha. A lányok elkezdték forgatni a kockát. Szétkapták. Az ivitelvitele már meg is van. Így van. Mindig itt szoktak elakadni a játékosaink. Nem. Igen, majdnem. Az alja nem. Az alja nem, vagy a teteje nem? Nem. Most! Ez rekord, szinte rekord. Ez gyönyörű volt. Készültetek? Nem, csak én imádok kirakózni. Te jó! Azt jó, hát azért... Azt a mindenit. Hihetetlen. Magnum Minis Umbra, a kocka el van vetve. Így van.
Csak a hülyeség. Csak a hülyeség. Olibázott a Jani. Igen, hogy mi nem. Így van. 15 másodperc. 15 Igen. másodperc. Ennyien még a Szombat este gyertek át című műsorban se tudták kirakni. Ami, igen. Nem tudom, nézzétek. Szombat este gyertek át? Szombat este gyertek át, ha nem néztétek eddig, nézzétek. Na, oké lányok, ti jöttök. Jó. Mennyi volt, Feri? 15? 15. Nagyon jó. Lányok, bele kell húzni. Jó, tehát... Figyeljetek. Csak Janira koncentráljátok, hogy a képen hol helyezkedik el, jó? Jó. Mindenki figyeljük. Igen, nagyítókat elő. Igen. 3, 2, 1, óra indult. Tessék! Na! Ferit rakjátok. Úgy. Ajaj. Van egy kis kavarodás. A, jó, előtt. Ez a alja. Feri testére alja, kerültem, alja, nem biztos, hogy jó nekem. Testemet, igen. Az enyémet. Én megkaptam Feri altestét. 11-8! Azt nézzétek, hol van Jari. Sehol. Nincs rajta. Csak egy nagyobb. Köszönöm, hogy legalább az arcom rajta. Mennyi az annyi? Micsoda, mi a kérdés? Azt, hogy nyertünk. Mennyi az annyi? Értem. Azt kérdezi, hogy nyertek. Miért? Ez a fontos? Nem, a játék. 15 másodperc volt ugye a vitaráskép, ez meg 11. Jó! A betyárját neki, de izgultam. A betyárját. Hát. Tessék? Örülsz mindig, remek. Remek. Melyik autót vinnétek? A Viatrát. Egy jó Viatráért jöttek! Te, hogy hogy örül a sponzor! Egy hónapra is elvihetitek, a Viatrát csak három napra. Ne te is Viatrával jár. Nem, én a Viatrát szeretném vinni. Mit vinnétek? A Maseratit meg az S60-as. S63 AMG-t. Jól van, lányok, oké. Vigyázzatok a Viatrára, Viagrára. Bárhogy hívják az autót, nagyon vigyázzatok rá, jó? Köszönjük szépen. Legyetek bár ügyesek. Megdolgoztunk érted, de köszönjük. Meg, abszolút, és ugye jól ismered a Pondel portfóliót, úgyhogy nagyon, abszolút megérdemelt helyre megy. Viatra, Viagra, valami, egy minden. Valami vémet is adjanak neki. Jó van, nagyot. Ügyesek voltatok. Ti is nagyon ügyesek voltatok egyébként, és nagyon komoly, kemény ellenfél. Így van. Köszönjük szépen. Már végén járunk a turnénak, az acskó üres, de... Kifogytuk. Jó van, lelököd ezeket a kockákat, hogy vissza tudjunk menni az üveg stúdióba. Tessék? Csináljatok fotót, jó? Jó. Akkor küldjük. Ide akarsz állni, Jani? Nem, keresztbe fekszek rá. Csak nekem... nem, most fotózzuk. Legalább így legyél rajta. Szűje. Szűj, konkrétan ráfeküdt. Jó, közben mondom, amíg a lányok fotóznak, Zsűl, mutassuk meg a hármasugrást, jó? A beugrót. Ez a beugró a hármasugráshoz. Ja, bocsánat. Tud nekem... Tud nekem valaki mondani egy pontos időt, hogy mennyi az idő? Természetesen igen, 8 óra 51, 56 perc, bocsánat. 56, ha. Még egyszer mutassuk, Zsül. Jézus már, hát nem jó. Könnyű, nem könnyű. De Gwen nincs benne. Hát nem, ő sem lesz soha többet. Ki van írtva most már minden. Sose lesz többet. Sose lesz többet. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Kinek dobta ki a szemét? Jelentkezzen. De erőből küldte meg Jani az ajándékokat. Figyeljetek, itt gyakorlatilag bent mindenki autósorsolási lázban, még egy embert nem érdekel ez az egész. Egy ember, aki gyakorlatilag tesz rá nagy ívben, áll kint, és dobálja a melegítő csillagot a népnek. Ő az, Jani! Elmondhatod, hogy mit kell vele csinálni? Basszus, nem. Ha van benne egy ilyen kis pici, ilyen kis kapszula, ezt így megtöritek, akkor valamilyen, nem tudom, nagyon fura kémiai reakciónak köszönhetően, sose tudnék megmagyarázni, mert nagyon hülye voltam kémiából, megmelegszik ez a kis csillag, amit Jani kidobált, és akkor a kezeteket meg tudjátok melegíteni. Viszont nem egyszer használatos a dolog, ezt én sem tudtam, mert ha nagyon forró vízbe teszed, akkor visszaolvad, pontosan így majd van. Újra meg tudod csinálni. A egy 6 éves gyereknek egyébként kiváló szórakozása, Beni tegnap a fürdőkádjában kiolvasztotta, szétdurantotta, nagyon szerette. A Beni játékait egyébként a győri hallgatókon spóroltuk meg. Köszönjük szépen. Mi egyébként még nem próbáltuk ezt a melegítő csillagot, úgyhogy azt tanácsoljuk, hogy amikor először kipróbáljátok, akkor adjátok inkább oda valakinek, akit kevésbé fontosnak tartotok a családból, takarjátok el a szemeteket és fogjátok be a fületeket. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Működik. Annyi, hogy kutyának nem szabad adni, mert királya, illetve nagyon kicsi gyereknek, mert benne a folyadék azért az nem teljesen életvitelszerű. Tehát ránézésre, ahogy ez végbe ment ez a kis folyamat, amit tegnap láttam, nem biztos, hogy jó. Ha. Nálunk Noel is ráment, de gyorsan elvettük tőle, nem túlságosan jó. Na, gyorsan egy-két közlekedés ír, aztán már sorsolunk, bírjátok még izgat. Izgatottak vagytok? Nagyon? Igen. Nem vagytok izgatottak, vagy nem bírjátok, igen. Azt mondja, hogy
Bali, nem maradt három totál legyen szíjegyed elfekvőben? Nem. Miért volt? Ezt nem tudtuk. Igen, itt, ugyanitt Opera Bál diótörő jegyek eladó cím. Így van. És két kozmikuszos kulcs tartó. Azt mondja, hogy Bali, a nap, a felkelő napsugarai már kezdik kiégetni a retinám. Kölcsön tudnád adni a napszemegedet? Üdv Márk. Egyébként megfejtettem, hogy azért nincs most meleg, mert egy kicsit befelhősödött, és ez nem kegyes az időjárás ma hozzánk. Lehetne szikrázó napsütés is, de egy pici felhő van az égen. Ennek ellenére már nincs annyira hideg. Mindig mondom, hogy ez te egyszerűen túl kvalifikált vagy ez a munkához. Befelhősödött, és ezért nincsen meleg. Úgy, van itt, hogy már nem jön innen több. Mi? M3-ason a 106-os kilométeri pihenőnél a segélyhívóhoz most rakják ki a Trafipaxot Budapest irányába haladó oldalon. Iszkiri futár küldte nekünk. Aztán azt nézem, hogy mi az, ami még fontos. M3-os bevezető Újpalotánál elveszett, áll minden, aki tud, kerüljön, vigyázzatok, és rengeteg megfejtés a hármas ugrásra. A sorsolás után azt is lejátszuk. Na de most! Kérdezem én, Ali Frézsert, a sorsolási bizottság elnökét. Minden rendben találta? Hajrá! Mit csinálom a Smokkencs? Smokkencs most a bal oldalára, a jobb oldalára forgatták valószínűleg az ápoló. Igen, brutálisan bevakadt. Szegény Smokkencs. Smokkencs például miről kaphatta olyan a becenevét? Ugye az előző órában beszéltünk. Nyilván napi 4 doboz mezitláb az G-Tánc, és 3 doboz szimfónia az, amit Smokkencs így elpippangat. Tudod, nagyjából így tudom elképzelni. Van egy cigi, de az füsszős tarzs meg köcsön. Kávé. Mondd, ezt a munkást Smokkencs már nem is lehet kapni. Munkást? Aha. Ő valószínűleg sodorja. Sodorja az ukrán cuccot. Igen. Na, sorsoljuk akkor ki azt a budapesti hallgatót, aki csatlakozhat a szerencsés potenciális autó tulajdonosokhoz, akik már nagyon izgatottak, ott áldogálnak egyébként a vitara előtt, és imádkoznak, hogy megfelelő számot húzzanak, mert minden számhoz ugye van egy kulcs, és valakinek a kulcsa majd nyitja az autót. Hú, hát reméljük nem fogunk sorsokozni, de biztos lesz valaki olyan a tömegben, aki azt fogja mondani, basszus, ezért jöttem el Nairobiból. Na, ő kap egy eddig csomagot. Biztos, hogy nem hallgatlak benneteket ezek után. Rohadékok, meg volt bundázva. Na, Feri húz, ez egy nagyon hálátlan szerep, mert egy ember borul majd a nyakába, a többi pedig azt mondja, na, nekem jó, elég, ha egy a jobb közeledet, hogy vágtad volna le, egy disznóvágásra, azt is. Amivel akarod. Derüljön akkor ki, hogy ki a budapesti hallgatón. Keverd meg, jól, húz egy nevet. Istenem, add, hogy az anyám legyen, add, hogy az anyám legyen. Na, ő lesz, hát Istenem, add, hogy az anyja legyen, az anyja legyen. Na. Mindjárt. Jó, ráérünk. Na, abszolút, Feri, ne kapkodj. A sorsolási bizottság ellenőrizte, minden rendben van, nyugodtan, de ennek meg kell ágyazni. Nem szabad. Egy-két helyszínt lehúzok a bakancs listámba. Na, mondd a nevet. Ki az illető? El tudod olvasni? El. Na. Ifjabb. Ajajajajaj, ifjabb. Ó, az idősebbek most csalódottan felsajtott. Lombos ilyen. Viktor! Viktor! Hello, Viktor! Hol vagy? Viktor! És tudod, próbál jelentkezni, de négyen fogják le a kezét, hogy ne jelentkezz, akkor újat húznak. Na, látja valaki Viktort? Lát valaki egy jelentkező, ott nagyon van. Behemensen száguldó fiatalembert az üvegstúdió felé? Jön Viktor! Jobbról előz, megérkezett hozzánk Viktor. Gyorsan ellenőrizzük le, kérjük el a személyi okmányokat, nézzük meg, hogy valóban ő az, és ha igen, akkor engedjük be az üvegstúdióba. Átverekedte magát a tömegen? Ott áll egyelőre a kordonnál. Na várjál, mert több ifjabb Lombos Viktor is jelentkezett. Tényleg? Uh-huh. Köztük két hölgy. És most, igen. És most két Lombos Viktor összeverekedett. Nem, én vagyok. Nem. Lombos egy? Lombos egy, bevitt egy hátsó kezet. Hívve Lombos kettő. Na. Azt mondja, hogy addig mondom, jó, hogy mi a helyzet még gyorsan, mert van egy fontos SMS-ünk, pályázár az M0-áson az M1-es felé, gigadugó van ott, kerüljétek, a 39-es kilométertől. Tomi elküldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi a helyzet? Hát adja most a személyit, vagy legalábbis valamiféle iratok keresése történik. Elhisszük. De jó, végül is csak egy autó. Csak egy Suzuki Vitara, hát persze. Nem, utána úgyis leellenőrzünk mindent, tehát ez az ellenőrzés egyébként lehet utólagos is. Szűkös a műsoridom. Megvagyunk. Utánunk Csabi már kívánságokat teljesít. Megvan a játékosunk? Á, megnézzük, azt mondja. Lombos Viktor, ez nem ifjabb, nem te vagy az. Gyere. Nagyon jó, gyere Viktor, te is, jó? Na, azt mondja, hogy hol vannak a borítékok, hol vannak a kulcsok, és Ali Frézsel, a sorsolási bizottság elnöke minden rendben talált el. De ez két évvel ezelőtt is ilyen hangos volt egyébként, ez a felüljáró? Vagy azóta hagyjuk? Hallgatban már! Nem, akkor lezárattuk. Ugye? Hello, drága nyertesek! Sziasztok! Álljatok föl, légy szíves, így egy sorba. Jó? Álljatok föl itt szépen egy sorba.
Mert hogy a következő zajlik most. Hol van a mi Viktorunk? Jön, lassan érkezik. Csatlakozz. Gyere, gyere Viktor, te is állj be a nyertesek közé, vagy hát a potenciális nyertesek közé valahova. Ugye nagyon érdekes a dolog, mert hogy mindenki húz egy számot, igazából rátok bízzuk, ezt lebeszélhetitek, elcserélhetitek, ha van valakinek kedvenc száma, akkor azt is kiúszhatja. Lehet, hogy kéne állítani a gyújtáson, nem? Ha ez kis poszki volt, lehet, hogy kicsit állítani a gyújtáson. A felüljáron. Igen, szóval a lényeg, hogy kihúztok majd egy borítékot, mindenki egyet. És értelemszerűen mindegyik borítékhoz tartozik egy-egy kulcs, és kiderül, hogy az adott számú kulcs az nyitja-e azt a bizonyos autót, aminek egyébként neki támaszkodunk. Ennyire egyszerű a dolog. Mondjad, Ferenc! Itt van velünk Dr. Kuti Szilvia közjegyző, mert hogy ezt nem lehet ám csak úgy felelőtlenül össze-vissza csinálni egy ilyen sorsolást. Hoppá. Úgyhogy szeretnénk megkérdezni, hogy minden oké-e. A sorsolás előkészítése során eddig mindent rendben találtam, köszönöm. Már-már a lottósokban érzem magam. Érted? Körbenézek, nagyon hol van Harsányi Levente? Nem, hát ott hallasz, ott hallasz ilyen műsorokat. Igen. Vagy ilyen mondatokat. Igen. Ali Frézsert, a sorsolási bizottság másik elnökét hallgattad? Tegnap nem hallgattad? Nem. Találtunk egy másik közjegyzőt. Hát jó, nem hivatalos oldalról érkezett. A műkedvelő vonalról. Ali Frézser és Mokkencs. Na, drága nyertesek, húzzanak először a csajok, vagy hogy csináljuk? Hogy szeretnénk. Vagy legyen úgy, hát az van, hogy vagy átadjuk a lányoknak a lehetőséget? Persze, nyugodtan. Vagy azt is csinálhatjuk, hogy megyünk úgy, ahogy mentünk a turnéban, hogy Debrecen, Pécs, az is jó. Esztergom, csináljuk Győr, csináljuk Budapest. Na, csináljuk így. Ki volt az első egyszerűnk? Debrecen volt. Gabikám, hello! Hát ami drága kamion sofőrünk. Hello, Gabikám. Na, húzzál egy számot akkor, ha szeretnél. Jó? Rendben. Úgy húzzál, hogy valamelyik nyitja az autót. Van kedvenced? A hármast húztad, miért ezt? Nem tudom, az ötös szerettem, aztán most így utólag. Figyelj, ha valaki kihúzza az ötös, még lebeszélheted vele, hogy cseréljetek, jó? Tehát itt csereberélni is lehet. Jó. Mi volt a második helyszínű? Volt Pécs László, gyere. László, ez egy hatos. Hatos, nagyon jó. Van valami kötődés? Igen, a kisfiam azt mondta, hogy ezt húzzam. Hol az a gyerek? A kisfiad azt mondta, hogy ezt húzd. Szia, drágám, hogy hívnak? Szia, Bajna. És Bajna, miért a hatos a kedvenced? Mert annyi éves vagyok. Hat évesen! Évesen. Jól van. Csinálni, jó. Na, menjünk tovább Esztergom, gyorsan. Esztergom, gyere Katalin. Esztergom. Nagyon jó. Miért az egyes? Nem tudom, szeretem az egyest. Szereted az egyest? Jó, okay, van, egy gyerek már megvan, egy meg oda. Menjünk bent, tovább. De Győr? Győr, Benedek. Hello, Benedek. Uh-huh. Ötös. Ötös. Jó, majd még mindenkivel beszélgetünk, jó, a nyitásnál egy kicsit. Akkor jó? Gyere, SMS? Hajni, az SMS írónk. Hello, azért Hajni. A négyes, mert Benedek előtt negyediként lettem besorsolva. Jó, jó. Jaj, gyerekek. Hát nézd, Viktor, utolsó befutóként, akkor te még vagy a tálcát válaszol. Igen. A kettes. A Viktornak nem jogos a kérdés, melyiket húzott, tudod? Egyszer kettes a végén, könyörtelen. Na, drága nyertesek, a helyzet akkor az, hogy valakinek már ott van a kezében, valaki már, ha a téridő kontinuumot egy kicsit megbontjuk, már most úgy autótulajdonos, hogy még nem autótulajdonos, érted? Hogy nincs jövő, nincs múlt, nincs jelen. Igen, egyszerre párhuzamosan zajlik minden, hiszen még nem nyertes, de már nyertes, érted? Ezért teljesen relatív fogalom az, hogy jövő, hiszen már megnyerte, de már tegnap is ő volt a nyertes. De még nem tudjuk, hogy ki a nyertes, hogy kik a vesztesek, és hogy ettől valószínűleg tökéletesen ambivalens állapotban vannak most lelkileg, nem? Na, oké, hát akkor kezdjük el a nyitogatást. Innen is megyünk, majd onnan is megyünk, random módon, jó? Mindenki akkor értelemszerűen vegye el azt a kulcsot, így van, a hostess lányaink kiosztják, ugye a kulcs hátoldalán. Nem nyomkodjuk még. Láttok számokat, nem nyomunk még jó, rá. Jó, senki ne nyomjon rá, tényleg, ne roncsátok el a játékot. Akinek amilyen szám van a borítékán, azt a számú sluszkulcsot kapja meg, mert a sluszkulcsok is be vannak számozva. Úgyhogy gyerekek, ez nagyon, nagyon tiszta, nagyon tiszta. Ha közérzők mosolyog, akkor minden rendben van. Mosolyog. Így van. Mosolyog. Ja. Oké, na, akkor nézzük az elsőt, jó? Hello, Kati. Esztergom, ugye? Igen. Két gyermek, ha jól emlékszem. Az egyik már ugye kint, a másik még bent. Jól emlékszem. Mikorra vagy kiírva? Január 5-ére. Január 5-ére. Egy tesót, azt mondtátok, hogy akkor kell egy tesó. Igen. Ugye? Nagyon jól sikerült az első, tehát a prototípus ez jól lett, és így gondoltuk, hogy akkor jöhet a sorozatgyártás. Ha lendületben vagyunk, akkor jöhet a második. Igen. És azt mondtátok, ha jól emlékszem, hogy vagy lecserélnétek, vagy egy pótautó, tehát hogy kellene mindenképpen, ugye? Nagyobb a család, egyre többen vagytok. Igen, meg attól félek, hogyha csak ezt az egy autót tartjuk meg, akkor én sose fogom vezetni, mert a párom mindig lenyúlja. Aha, és kéne egy olyan autó. Én ezért mondtam, hogy ha lehet, akkor lehet, hogy második autónak megőrizném magamnak. Nagyon helyes. Egy nőt is kell vezetni.
kivéve azon két játékosunkat, aki 10 éve van jogsi, és még nem vezetett. Ugye? Hát tudjuk, hogy őket nem biztos, hogy volán mögé kell engedni. Jól van. Na, ott van rajta egy nyitógomb, nem kell más tenni, mint hogy megpróbálni megnyomni, és mi nézzük, hogy villan-e. János, kérlek, fáradj az indexhez. Azt mondja, hogy. Mert ez hol van? Melyik oldal? Az azt kell. Na, Katikám, nyomjál rá szépen, és egy ország drukkol neked, hogy kinyissuk azt az autót. Nyomjál rá. Rányomtál? Rá. A betyárját. Ez nem nyitotta, és nem csak azért, mert János kivette az elemet belőle, hogy hazavigye a távirányító. Én még cserélnék az ötössel. Hát, figyeljetek, előtte lehetett volna, így most már szerintem senki nem akar megszabadulni a saját kulcsától. Katikám, nem, sajnálom. Sajnos szívünk nem. Szerint mi mindenkinek adnánk autót, de ez most nem. Jó? Nem elkeseredni. Köszönjük, hogy játszottál velünk, és puszilunk. Sok boldogságot a gyerek második nagyobb boldogság, mint egy új autó. Próbálnak nyugtatni, hát valamit mond az ember. Egy gyerek és egy autó, ez még nagyobb boldogság lett. Ez most így alakult. Oké, na jól van. Na. Nézzük valakit a másik oldalról. Nézzük meg Viktort. Viktort az utolsó játékos. Nézzük meg, hogy mit jelent. Viktor, várjál. Viktor, rólad mi keveset tudunk, mert te vagy a legfrissebb játékosunk. Igen, én is Pesten születtem. A jó, hogy szépen. Úgyhogy nagyon várnám, hogyha sikerülne. A régi autó van a családban? Hát most eladtuk, úgyhogy eladtátok. Most pont jól jön. De jó. De helyes vagy, hát nincs jó. Is autó a most családban. Most nincs, most pont nincs. Aha, mivel foglalkozol? Én üzletkötő vagyok. Üzletkötő vagy. Hát annak az üzletkötőnek kell egy jó autó, nem? Kell, igen, úgyhogy ez pont megfelelne. Gyermekek, unokák? Ő minden rendben van, úgyhogy várják a kis autót. Édesem. Hát csak kicserek. De hogy akkor vannak, tehát vannak gyerekek, vannak unokák. Persze, rendben van minden. Rendben van minden. Jól van, Viktor, na. Hát akkor ott van neki. Benne vannak. Tessék? Benne van. Elemben. Benne van. Kérdezi, az elemben benne van. Az izzókat is visszahelyeztem a helyére. Ezt kell, a nyitott lakatot kéne megnyomni. Na, Viktor, nyomd meg azt a lakatot, drukkalunk, hogy nyissa. Nem, nem villam. Nem villam, és ez nem csak azért van, mert János kiszerelte ugye az indexizókat is. Így van. Viktor? Hát sajnáljuk. Sajnáljuk. Csak egy nyertesünk lehet. Köszönjük szépen, nagyon hogy itt voltál. Köszönjük, hogy itt voltál. Megpróbáltad. Megpróbáltad. Megnézzük, hogy most már ki a nyertes. Na, menjünk tovább. Három számmal. Ó, gyerekek, hát ami kamionsofőrünk is itt van. Kamionozol, ugye ezt mondtad? Igen. Debrecenben. Egy ilyen 40 kilós csaj, egy brutális, nyerges pótost vezet. Majd. Ova sikerült letenni a Verdát? Most ostatom van Debrecenben. És kinek szeretnéd? Magadnak, ugye? Az autó? Igen, magamnak, de szerintem ilyen családi. Családi. Féleség. Van a családban autó? Hát egy hármas golf. Egy hármas golf, erről beszéltünk, csak jó lenne már lecserélni. Hát tudjuk, hogy... Ja. Jó lenne lecserélni. Igen. Hát jó lenne. Most kiderül mindjárt. Kiderül mindjárt. Gabikám, azért ez mindig megdöbbentő, nem? Hogy egy ilyen kis, vékony kis csajci kamion vezető, kamionsofőr. Hát ez akkor se tudtuk nagyon, hova tenni. Mióta csinálod? Hát már most 6. éve. 6. éve. Ez egy zord szakma. Hát mindenhol pasik, nem? Ilyen nagy darab, nagy tenyerű, nagy darab férfiak. Hát azokat szereti, mindjárt mondjak, ami azért vállaltam az egészet. Köztük azért érvényesülni nem egyszerű. Na, Gabikám, nyomjál rá akkor, jó? Nyomjál rá szépen a nyitógombra. Nem jött össze. Ez nem. Nem nyílik. Gyerekek, hol van ez a kulcs? Azért remélem valakinek kinyílik. Jó? Na, én is. Igen. Gabikám, puszi neked, köszönjük, nem sikerült. Nagyon nem. El vagy szontyolodva? Egy picit. Picit, persze. Ez egy kegyetlen helyzet ugyanakkor, az. Mert nyilván játék, meg nyilván az ember úgy vállalkozik rá, hogy persze nem biztos, hogy én nyerem, de itt a kapuban ezt elbukni nem egy egyszerű. Jó? Nem baj. Nem baj. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Na, hogy álltunk? Van egy... Ott is van egy másik kulcs. Hajni az SMS nyertesünk, ugye, aki a négyest választott, a négyes borítékot. Négyes boríték. Hajnikám, te elmondtad, hogy egy gyermek saját, egy örökbe fogadott, ugye? Igen. Illetve nevelőszülőként nevelem 6. éve most már. Na, milyen szép azért ez. Így van. Jól el vannak egyébként? Nagyon jó, így van. Egy korosztály, egy az érdeklődési kör, úgyhogy szerencsére nincs semmi gondom a két fiúval. És te ápolóként dolgozol. Így van, ápolónő. Ugye? És ezért szeretnél egy autót. Arra nem emlékszem, hogy van, csak régi, vagy egyáltalán nincs is most. Közel 30 éves kölcsönladával. Ó, tényleg! Most mondom, persze, ezt elmesélted nekünk, igen tegnap, hogy a kölcsönlada. Így van. Mi beszéltünk a fogyasztásáról, és hogy... Nagyon sokat teszik, így van. Valaki kölcsön adta azt nektek. Hát jó lenne ezt a kölcsönladát akkor visszaadni. Ha nem nyerek, akkor nyúzom tovább. Még
megvárom a 30-at, és akkor utána... Igen, akkor jó pénzére lehet adni, mint oldtimer. Én meg ugye te mondtad, hogy 40 ezer van a ladában 30 év után, az nem rossz. Az nem. 44 ezeret most léptük el. Sokat nem tettetek bele. Az évenként 1000 kilométer kis túlzással, na jó, 1200. Tehát picit túl. Egy hétvége alatt megvan. Igen. Nagyjából jövök, megyek, annyit teszek egy hétvége. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már 4-szer fordult át a kilométer óra. Igen. Na, Hajnika, mert neked is minden játékosnak nagyon drukkolunk, jó? Szerintem nálad is jó helyre menne az autó, úgyhogy nyomd meg a gombot, nézzük meg, hogy, hogy nyitja-e, nyomtad? Hát a nyitott, igen. Aha. Az operatőr fölfogta a hullámokat. Igen, de nem. Hát, basszus, nem, pedig jó helyre ment volna hozzád is. Hajnikám, drukkolunk, köszönöm, hogy előbb-utóbb ez a csereautó, ez valahogy visszaadásra kerüljön, vagy kölcsönautó, és legyen egy szép autó a családban legközelebb. Oké, nagyon szépen köszönöm. Jó? Köszönjük, ha lesz szépen még ilyen játékunk, akkor teszel egy újabb kísérletet. Igen. Jó? Puszilunk, köszönjük szépen, Hajni, hogy ide jöttetek. Mondanám, hogy olyan szomorú a négy játékosnak, nyilván ti meg annál jobban örültek, mert ugye szűkül a kör. Uh-huh. Így van. Van egy Benedekünk Győrből, ugye, és van egy pécsi játékosunk, Laci. Igen, két, László. Igen. Két pasi. Igen, László szigorúan, nem lacizzak? Nem, lehet Laci is, nyugodtan. Ja, Laci, de hogyha ő lesz a nyelvesszük, majd csak onnantól kezdve. Jó. Én már lábon kiortam egy infarktust. Jó, figyelj, akkor szenvedjél még egy kicsit, nyissuk ki az előtted állót, és akkor, ha nem nyitja, már elkezdhetsz üvöltözni. Jó. Jó? Ha nyitja, akkor viszont neked a legrosszabb, mert végigvártad az összeset, igen, és még... Akkor kórházi számlámat álljátok. Igen. Lacikám, egy kicsit mesélj magadról. Pécs volt, ugye? Pécs, Nagykozár, így van. És hány gyermek? Két gyermek. Egy 8 hónapos és egy 6 éves. Azért ez érdekes, nem? Hogy 6 éves, és ő mondta neked a 6-os számot. Mit mondod? Hogy engedett el? Azt, hogy apa nem húzhat mást, hogy mit mondod? Nem, itt az előbb meglátta, hogy a 6-os itt van, és akkor azt mondta, hogy azt a számot válasszam, ami az ő életkora. Édesem, tehát ő oda súgta neked, hogy apa, húzd a 6-ost? Igen. Jaj, de cuki. És most az előbb, hogy ügyes legyek. Hol van? Megszólaltatjuk még egyszer? Ott van. Édesem, hello. Na, hogy érzed? Nyitja a 6-os? Jó lesz? Igen. Igen? Drukkolsz apának nagyon? Igen. Ügyes szokott lenni apa ilyenekben mindig? Igen. Az okos felnőtt mit kérdez a gyerektől? Csak eldöntendő kérdés, tudod? E3-at? csak is igen, nem, és nem mehet tudjam válaszolni. 6 éves vagy. Jó van, akkor még óvi, ugye? Igen. Egy újabb kérdés, igen, eldöntendő. Jól van. Mondtam neki, hogy ma csak igennel válaszolhat. Ma csak. Ó, és a másik pici is megérkezett. Igen, tetszik az autó kicsi. Ja. Igen. Mivel foglalkozom? Kiadványszerkesztéssel. Mennyire régi az autó a családban? Hát, 5 éves. 5 éves. Hát akkor jó lenne, lehet, hogy lassan azért cserélni. Hát lassan, cserélni. Igen. Két gyermekkel én sokat utazom, úgyhogy mindenképpen jó helyre jönne ide is, de bárhova. Persze, azt hiszem, hogy bárhova megy, itt minden játékos megérdemelni. Na, nézzük akkor, hogy hívják a gyermekedet? Mi on még egyszer? Barna mondta, hogy apa húzd a 6-ost, 6 éves vagyok, húzzuk a 6-ost. A gyermeknek jó-e a megérzései, ez a kérdés? Na, figyelj, Barna. Ezt a részt kell nézni itt, jó? Azt kell nézni, szólunk majd, várjál. Igen. Nézzük. Na, figyelj, nyomhatod, akkor nyom meg, hogy villane, nézzük meg. Barna azt mondta, 6-os kell húzni. Villogott? Gyerekek, villog az autó! Villogott? Laci! Mamában van lendület. Éjra. Monika! Papa, mama, puszi! Üzedj még a rokonoknak valamit! Mindenkinek! Megnyúrtuk! Sírra fakadok! De helyes úristen, vagy! Úristen, fel vagyok pörögve, ittam reggel egy kávét. Úgyhogy a kicsi gyermek 8 hónaposan még rajtad egy ilyen kendőben. Igen, pici megriadt. Most emelte meg a fényt. Mi van, anya? Úristen, drágám, szeretlek! Azt jelenti, hogy drágámban hazajöhetsz, tudod? Na, jöhet a harmadik. A mellettem alszol! Otthon alszol! De jó, de helyesek vagytok, na! Lacikám, gyertek, persze, gyertek. Csókot körbe ezt a drága embert, menjél. Na, megvan a kulcs, megvan a nyertesünk, szerintünk abszolút jó hely, nem egy 8 hónapos gyermek, egy 6 éves gyermek, de helyesek, és a család itt ölelkezik egyébként. Édesek, milyen megérzései vannak egy gyermeknek, ugye? Milyen mit megérzései mondtál vannak? Mit mondtál apának? 6-os. Most mit mondod? Mamában van lendület, Lacikám, van lendület. Tehát ott azért otthon, ha nincs valami rendben, ott azért keményen vagy. Szigorúság van. Azért ne verje meg minket senki, Léci. Finom üzenet a közönségnek, így van, de helyesek vagytok.
Jól van. Igen, na. Természetesen mindenki másnak is gratulálunk, és örülünk, hogy itt voltatok, hát sajnáljuk, hogy nem ti nyertetek, Benedeknek gyakorlatilag szegény. Egy szavasa jutott már a végére, sajnos. Szegény Benedek, csak egy mondatra, gyere ide, tehát ugye elkéreckedtél a főnöktől, feljöttél, négy kollégádat beállítottad magad helyett, hogy vagy? Hát voltam már jobban. És ráadásul utolsó voltál, tehát csak egy kulcs nyitást, egy nyitást kellett volna túlélned. De legalább az utolsó kettőbe bejutottam. Igen. Na, igen, gondolj erre. Nyom már rá arra az ötösre, hát ha. Igen. Igen, mert tényleg biztos. Nyomkodtam már 18-szor. Semmi. Igen, szerintem titokban tudod, hogy azért rányomok. Menedek, köszi, ez egy ilyen köszönjük játék, szépen. Jó? Csókoltatunk. Mondd még egyszer, mit mondtál? Nem, ő mondta, hogy mondjad még. Mondjad? Az én segítségem már. Hát, figyelj. Így is van. Felnősz majd 18 évesre, és azt mondod, apa, idd a sluszkulcsot. Húzzál a kocsiból, apa, húzzál a kocsiból, ezt én nyertem meg. Hogy a te kedvedért mentünk ki Pécsen. Tényleg? És ő szerette volna, hogy személyesen megismerjen. Hát még nem ismer, azért szeret, persze. Hát értem én ezt, ez egy ilyen világ. Nagyobb lesz. Majd változik kicsim, igen. Semmi baj. Lát egy-két internetes videót egyből megutál, úgyhogy ilyen világ ez. Jól van, gratulálunk nektek, jó, használjátok egészséggel az autót, vigyázzatok magatokra, és sok-sok boldogságot kívánunk nektek. Jó, egy kicsit üljetek. Aha. Bele szálljatok, bele szimatoljatok, bele fogdossátok végig, nyugodtan, Laci, jó? Laci egyébként nem hiszi el, hogy nyertek, hogy még kétszer-háromszor rányomogatott a biztonság. Igen, ez már a ti autótok. Bőr belső, apukám, Benedek, gyertek! Na, csücsenjetek bele egy kicsit, Barna. Jó? Aztán, üljél be! Barnikám, csücsenj bele, Laci, te is csücsenj bele! Barni, hát a tiéd nagy részt az érdem. Milyen kényelmes? Na, milyen? Igen. Nagyon csecse, ugye? Igen. Tetszik? Igen. Figyelj, már csak egy pár év is, és vezetheted. Azonnal, Laci párja azonnal beüt az anyósülésre, tehát ő elfoglalta a megfelelő helyet, ahogy igen, kell. A Kapitányi hídon. Nem tudom, érzed, hogy kiszorított a család. Tehát már benn van minden. Ez csak a látszat. Egy hazamész és szétcsap köztük. Jó, gyere, üve te is egy kicsit. Jó, szíjú, simogasd meg. Apa, már azt láttam, ide ülhetsz, így van. Ad a hátra, apa mögé. Így, hát gyerekülés még nincs benne. Mivel jöttetek, kocsival? Igen. Ki viszi haza? A tréler. Na? Hát, én vagyok. Még el tudjátok vinni, mert egy pár nap múlva lesz majd az állatadás. Jól van. Lacikám, gratulálunk, használjátok egészséggel, szerintünk jó helyre megy, úgyhogy csókoltatunk bennünket. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, és hogy bennünket hallgattok. Na, hát drága pestiek, nem elkeseredni, jó? Nem elkeseredni, tessék örülni a nyertesnek, jó? Azért látok egy-két mosolygó arcot, nagyon helyesek vagytok, ilyen ez. Hát sajnos nem nyerhet mindenki, bár csak mindenkinek tudnánk minden hónapban autót adni. Milyen jó lenne. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.